So if you're going to start a foundation and you want to build something sturdy, you're going to start with the four cornerstones. Tehát ugye a négy sarokkövet teszed le először, amikor az alapot szeretnéd létrehozni. Okay, so the four cornerstones that we're going to start with are these. You have your family, your friends, your business, and your community. Tehát az első lépés ugye a család, barátok, üzlettársak, a közösség, tehát itt ugye többféle közösséget értetünk ez alatt. In the rain cycle we're going to show people how to come up with their plan. És a rain cikluson belül megmutatjuk embereknek, hogy hogyan állítsák össze a tervüket. Because having a plan, like I said, if you don't have a plan, then you're most likely going to fail. That's what this whole thing is about, is making it structured, making it a system, making it a plan. Tehát, hogy rendszerezett legyen, tervezett legyen, mert ugye ha valamit elkezdesz és nincs hozzá terved, akkor legtöbbször az nem fog működni, elbukik. Okay, so here's your four corners. You have your friends, I'll just write in English, friends, family, business and community. Tehát ez a négy terület, ugye a család, barátok, üzlettársak, közösség. The first thing that I want my people to do is I want you to write down all the people you can think of that are your friends, your family, your business, your community. Don't prejudge, we're not going to call them all, just write. Tehát itt azt kérem tőlük, hogy minden nevet írjanak föl, ne ítéljenek senkiről előre, nem fogjuk mindet fölhívni, tehát mindenkit, akit a családba, a barátok közé, az üzlettársak közé, meg a közösségbe sorolnak, mindenkit írjanak föl. Alright, so once they've done that, I know they can at least get 25 people in each category. Tehát én azt tudom, hogy mindenki minimum 25 embert fel tud írni minden egyes kategóriába. If not 50 or more in each category. De lehetséges, hogy 50-et vagy akár többet is mindegyik kategóriába. So 100 people is a minimum. Tehát a minimum az a 100 ember. They should be able to have more than that. Tehát sokkal többnek kellene lenni ennél, de a 100 az a minimális szám. Okay, so once they've written all these down, that's step one. Az első lépés az, hogy ugye minden nevet írjanak föl. Okay, step two. A második lépés. Is I want them to go look at these different categories. Nézzék át a különböző kategóriákat. And I want them to put people in order on another page of who knows who. Állítsák össze egy másik oldalon azt, hogy ezek közül az emberek közül ki kit ismer. All right. So. So once they've done that, so let's say in my friends category, I've got Tim, I have Sue, I have Mary, and then I have Ken. These friends all know each other. Tehát ezek azok a barátaim, akik mindannyian ismerik egymást, tehát egy ilyen alcsoportot képezek még belül. So step two is you're categorizing people and who knows who. Tehát a másik lépés az, hogy csoportokba rendezed az embereket az ismerettség alapján. Okay, and then once you've done that, és amikor ezzel megvagy, the next step is step three, and you're going to reorder them in who has more influence over the others. És amikor ezt megtetted, akkor ezeken a csoportokon belül újra átrendezed a sorrendet azt szerint, hogy kinek van nagyobb befolyása a többiekre. Alright, so let's say everybody knows that Ken is successful. Tehát mondjuk ebben a baráti társaságon, tehát ebben a kisebb csapatban mindenki tudja, hogy a Ken az nagyon sikeres. Okay, so anything Ken does, everybody looks up to. Tehát amit a Ken csinál, azt általában a többiek is követni szokták. Mary is so funny. People love to be around Mary. She's very energetic, a people person. People love her. Tehát a Mary egy olyan típus, akit nagyon szeretnek az emberek, nagyon nagyon jókedvű, vidám, általában szeretik vele tölteni az időt az emberek. Okay, and then it's Sue and then it's Tim. És ugye ott van még a Sue meg a Tim. So we just reordered them. Tehát most csak átrendeztük ugye a sorrendet azt szerint, hogy kinek milyen befolyása van a többiekre. Okay, so what did we just do? Tehát mit fogunk most tenni? We put the people that have the most influence at the top of each one of our lists. Tehát minden egyes listánk a tetejére a legnagyobb befolyással rendelkező embert tesszük. In network marketing, who do people usually start with? Általában network marketingben kivel szoktak kezdeni az emberek? They start with their little brother. Általában ugye a kisöccsükkel kezdik. He'll do whatever I tell him. Mert úgyis azt fogja csinálni, amit én mondok neki. All right. We're going to start with in the business we call them lay downs. People just lay down and sign up. Tehát azok akik csak így lefekszenek és beregisztrálnak. Tehát aki mindenképpen beregisztrál, azt csinálja, amit mondasz neki. All right. But and I'm not saying that you don't want to sign up your brother. De nem mondom, hogy ne regisztráld be a bátyádat.
But if you want your business to move fast, hogyha azt szeretnéd, hogy gyorsabban működjön az üzleted, if you start your business with people that have influence, akkor olyan emberekkel kell kezdened, akiknek van befolyásuk. And your business will will move really fast. Akkor valóban gyorsan fog épülni az üzleted. All right, so maybe these are people that were normally be on what we call your chicken list. You're afraid to call them. Ezek azok az emberek, akiktől egy picit úgy félsz őket felhívni. Okay. And those are the people you should start with. Ez a mai lista, tehát ővelük kell kezdened. In this business, if people really do this in your organizations, you're going to see your businesses will take off and move faster. Tehát hogyha ezt mindenki csinálja a csapatodban, gyorsabban fog nőni az üzleted. So, first thing I'm going to do is I'm going to call Ken. Hogy első lépés, fölhívom Kent. I'm going to say, listen, Ken, I've got something I'm pretty excited about. Figyelj, Ken, van itt valami, ami nagyon izgatott, nagyon lelkes vagyok. Okay, I know that you're really, really good in business, and that's why I'm calling you. Én tudom, hogy neked nagyon jó üzleti érzéked van, ezért hívlak téged. Okay, and I've always looked up to you for that. És én nagyon, mindig is nagyon felnéztem rád emiatt. Okay, and I want your opinion on this, because I think it's going to be huge. És szeretném kérni a véleményedet ezzel kapcsolatban, mert én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog. Okay, when is the soonest that we could get together, where I can sit down and show you this? Mi az a legkorábbi időpont, amikor tudunk találkozni, és le tudunk ülni ezzel kapcsolatban? Okay, so then what we do is I go meet with Ken, we follow the system. You know, I don't go by myself, I have some help with my upline. Tehát ugye találkozunk Kennel, nem egyedül, hanem a szponzorom segítségével. Okay, so let's say Ken says, yeah, let's do this. Tételezzük fel, hogy Ken azt mondja, hogy jó, rendben van, érdekli a dolog. Okay, then what am I going to do next? Akkor mi a következő? Ken and I are going to go talk to Mary. Utána ugye Ken meg én beszélünk már Maryvel. Because I tell Ken, I'm going to talk to Mary, Sue and Tim, and I want to put them in your team. Mert megmondom a Kennek rögtön az elején, hogy szeretnék beszélni a Maryvel, a Sue-val meg a Timmel, mert ugye ti mindjárt ismertek egymást, és őket a te csapatodba szeretném tenni. Right, so then we go talk to Mary. És utána beszélünk a Maryvel. Okay, and because Ken's involved. És mivel hogy a Kent már bevontam. And Mary's probably a little more open than she would have been. Azt gondolom, hogy ezáltal Mary már egy picivel nyitottabb lesz, mint amennyien egyébként lenne. Okay, so then we go and sign up Mary. És akkor beregisztráljuk Maryt. Okay, then me, Ken and Mary go talk to Sue. És akkor már utána tudunk hármasban beszélni a Sue-val, mert hogy már ők ketten igent mondtak. And Mary and Ken are already in, so Sue's probably open. Tehát ugye itt már ketten vannak bent, tehát a Sue minden bizonnyal sokkal nyitottabb lesz. And now Tim doesn't even have a chance. És utána Timnek már esélye nincs. He's joining the business. Tehát ő meg már azért csatlakozik, mert nem marad ki. All right. So, but what happens if I talk to Ken and he's not interested? És mi van akkor, hogyha mondjuk beszélek Kennel, de őt nem érdekli? And I talk to Mary and she's not interested. És beszélek Maryvel, és ő sem érdekli. And I talk to Sue, she's not interested. Beszélek Sue-val, őt sem érdekli. Okay, but I talk to Tim and he is. És utána beszélek Timmel, és ő végül igent mond. Okay, well, so Tim says yes. Tim regisztrál. Okay, now guys, once again, there's a reason that I have people grouped this way. There's a reason that I want it built this way. Tehát ennek egy oka van, hogy miért csoportosítom így az embereket, meg miért építkezem ilyen módon. Okay, this is my plan. Ez az én tervem. So before I put Tim in the business. Tehát mielőtt Timet elhelyezném az üzletben, tehát beregisztrálom, de ugye erre van a tartály. Arra van a tartály. Okay. Before I place him. Mielőtt elhelyezem. I'm gonna call Sue. Fölhívom Sue-t. I'm gonna say Sue. Figyelj, Sue. I told you I was going to talk to Tim. Tudod, hogy mondtam, hogy fogok beszélni Timmel. And I want to put Tim in your business. És hogy a Timet a te üzletedbe szeretném tenni. Tim said yes. Tim azt mondta, hogy igen. I want to give you one last chance at a common courtesy. Tehát ez az utolsó lehetőség, amit így fölajánlok neked. Okay, but because I wanted Tim to be in your group originally. If you want to do this, I'm going to put Tim in your team still. És mivel ugye eredetileg úgy gondoltam, hogy a Timet mindenképpen a te csapatodba raknám, ezért, hogyha most azt mondod, hogy igen, akkor ezt meg is teszem. Okay, and so maybe that was the thing that was, I already have somebody? Okay, yeah, let's do this. És ugye akkor lehet, hogy bejön az a dolog, hogy hát, akkor végülis már van, és már valaki rögtön velem, akkor jó, akkor legyen. Okay, but before I play Sue, what am I going to do? De hát ugye mielőtt elhelyezem Sue-t, mit fogok csinálni? I'll call Mary. Fölhívom Maryt ismét. Mary, I told you I was going to get Sue and Tim. I got them. They're going to join the business. Elmondtam neked, ugye, hogy én a te hozzád szeretném tenni a Sue-t és a Timet. Ők már csatlakoztak, úgyhogy ezt szeretném fölajánlani neked még így utoljára. Okay, give you one last chance before I do this, because this is how I wanted it originally. Azért adom neked meg ezt az utolsó esélyt, mert ugye eredetileg is így terveztem, hogy titeket így egy máshoz foglak helyezni. And then we get married.
És akkor ugye ott van a Mary is. Okay, and then I'll call and I'll get Ken. És akkor ugye fel tudom hívni újra Kent. So if I don't get people this way, I get them this way. Tehát hogyha nem sikerül ezen a módon, földről lefelé, akkor lentről fölfelé. All right, and now I've got the structure that I want. És akkor végül is ugyanúgy létrejön az a rendszer, amit eredetileg is terveztem. It's still better for Tim than Ken's up here. Sokkal jobb a Timnek, hogy a Ken ott van fölül. Because Tim can help, or Ken can help Tim probably better. In my opinion. Mert ugye eleve én úgy gondolom, hogy a Ken sokkal jobban fog tudni segíteni a Timnek a későbbiekben. Okay, so once again, if people see that there's just a plan, hogyha az emberek látják, hogy ez egy terv, hey, then they're going to be more excited and more willing to go out there and execute it because there's a purpose. Akkor az emberek sokkal szívesebben csatlakoznak és hajtják végre, mert látják, hogy van egy célja, van egy oka. All right, and then on some of the next pages we have what we call memory joggers. A következő oldalon vannak ezek a memória fogasok. So we can help people. This is in the rain cycle, so people can make sure that their lists are a lot bigger. Tehát ez szerepel a rain ciklusban, tehát itt ugye meg tudunk bizonyosodni arról, hogy sokkal nagyobb listát tudjanak írni az emberek. Okay, and so. We've got some memory joggers in the four different categories. Tehát négy különböző kategóriában vannak ezek a ilyen memória frissítők. And then just some general things here. És vannak ilyen általános dolgok. Okay, but if you have your foundation, tehát hogyha megvan az alapod, and you do it the way that I just taught you, és úgy csináljátok, ahogy mondtam nektek most az előbb. Do you think if you have 100 people on your list? Tehát gondolod, hogyha van 100 ember a listádon, how many people do you need? How many leaders do you need to hit the top level of this company? Tehát hány emberre van szükséged ahhoz, hány vezetőre van szükséged ahhoz, hogy elérd a legmagasabb szintet ebben a cégben? You need 7. 7. If you have a list of 100 or 200, you think you can get 7? Tehát gondolod, hogyha van egy 100 vagy egy 200 fős listát, meg lesz-e a 7 vezető belőle? Hey, what if it takes 300 or 400? You guys, you can get 7. Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk 200-300-400 emberre van szükség, 7-re van szükséged. All right. So, but the thing about this business is about duplication. De ugye itt ez az üzlet a másolódásról szól. If you get your people to follow the rain cycle, hogyha az embereit követik a rain ciklust, if it's kind of like your Bible in the business, tehát ez olyasmi számodra itt az üzletben, mint mondjuk a Biblia. Okay, then you're going to have 700 new people on lists if you can get, if all they do is put 100 people on a list. Tehát hogyha minden embered ugye követi ezt a módszert, akkor lesz összesen 700 ember a listákon. Hey, do you think out of 700 people we can get, you know, 49? Tehát ugye abból a 700-ból valószínűleg azért a 49 vezető ismét csak megtalálható. I think you can. Azt gondolom, hogy igen. Hey, but if this system is followed, now you have 4900 people. De hogyha ezt továbbra is ugye követik a rendszert ők is lefelé, akkor az már ugye 4900 lehetséges mű. So that's why I don't understand. Ezért van az, hogy én azt nem értem. When people say I run out of people to talk to. Hogy elfogytak az emberek, akivel beszélhetnék. I talked to everybody. I don't have anybody else to talk to. Mindenkivel beszéltem. How? Hogyan? You're obviously not following the system. Tehát minden bizonyal nem követed a rendszert. There's 4900 people here you can talk to. 4900 ember van, akivel beszélhetsz. It's going to get bigger and bigger and bigger. How can you run out? Tehát hogyan fogyhatnak ki? I know that if somebody says that, they're not doing network marketing. Tehát én tudom, hogyha valaki ezt mondja, akkor ő nem csinálja a network marketinget. They're doing direct sales. Akkor ő közvetlen értékesítést folytat. Okay. Direct sales is I talk to people, I sell them product, I talk to people. It's all about me, no duplication. Tehát a közvetlen értékesítés az, amikor én beszélek valakivel, eladok neki terméket, beszélek egy másik emberre, neki is eladok, és nincs másolódás, tehát ez közvetlen értékesítés és nem network marketing. A network marketing is when it duplicates. A network marketing az, amikor másolódik. And if you're doing network marketing, és hogyha network marketinget csinálsz, you never run out of people. Akkor soha nem fogysz ki az emberekből. Okay, because it's about your team. It's not just all about you. Mert hogy ez a csapatodról szól, nem csak rólad. Okay, you need to always go back and refresh your list and add to it and do this again. Tehát ezt újra és újra át kell nézed, frissíteni a listádat és átgondolnod a lehetséges neveket. If you've already done this, hogyha ezt már megcsináltad, okay, do it again. Csináld meg újra. Update it. Update-eld a listát. When I come back one time, amikor valamikor visszajövök. Hey, okay, we're gonna take a Saturday. Egy szombaton. And I'm going to invite everybody to come here. És mindenkit meghívok, hogy jöjjön ide. Hey, but the one criteria.
egy kritérium van, egy követelmény van. You can't come unless you have a list of 100 people. Nem jöhetsz csak akkor, hogyha van egy 100 fős névlistád. Okay. And then what we're going to do? És akkor azt fogjuk csinálni? Is that day we're going to teach you how to set up appointments? Hogy megbeszéljük azon a napon, hogy hogyan egyeztetünk időpontot. And by the time we're done, we're going to have a couple hundred appointments set up. És mire végzünk, addigra több száz egyeztetett időpontunk lesz. And everyone's going to see how simple it really is. És meg fogjátok látni, hogy valójában milyen egyszerű ez. This is what I would do. This is what I do with my team sometimes. Ezt szoktam csinálni időnként a csapatommal. We would get together on a Saturday. Összegyűlünk egy szombati napon. And we'd set up appointments for the whole next week and the week after we'd boom, 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 boom. És a következő hétre, meg az azutáni hétre egyeztetünk időpontokat. And we watch our volume go like that. És akkor látjuk, hogy növekszünk a forgalmunk. A lot of times it's just doing it, guys. It's just doing it. People aren't doing it. They just need to do it. Tehát nagyon sokszor arról van szó, hogy csak egyszerűen csinálni kell, mert legtöbbször az emberek nem csinálják. All right, so that's where we're going to stop for now. Most akkor tartunk itt egy szünetet. Okay, we're going to take a break. We'll let you guys go to lunch. El tudtok menni ebédre. Okay, and I hopefully you feel like you're getting something out of this so far. Bízom benne, hogy találtatok már olyan értékes dolgokat ebből, amit elmondtam mostanáig is. Even if you've already heard some of it, I promise if you just do it, if you focus, it's gonna have a big impact on you. Még akkor is, hogyha hallottátok már, de hogyha ezt újra átgondoljátok és alkalmazzátok is, akkor nagyon nagy hatással lesz az üzletetekre. Okay, so let's meet back here between 1:30 and 1:45. Jó, tehát akkor 1:30 és 1:45 között találkozzunk itt újra. Köszönöm szépen! Okay, so you guys, we talked about the first two parts of the cycle. Tehát ugye az első két pontját vettük át eddig a ciklusnak. We talked about the fuel. A hajtóanyagról. We talked about the foundation. Az alapokról. Okay, and the next thing that we're going to talk about is the launch. A következő rész, amiről fogunk beszélni, az meg igazából maga a start, a kezdés. Okay, and the reason that I call it a launch, azért hívom így, because I want people to think of it that way. You know, when a spaceship goes into to space, there's a launch. Igen, tehát azért hívom így, mert amikor egy űrhajó is elindul a világűrbe, akkor azt is egy ilyen startnak, kilövésnek hívják. Okay, it's not something little, you know, where there's not a lot of energy and easy. There's a lot of energy and excitement there. Tehát ez egy olyan dolog, amihez nagyon sok energia és nagyon sok lelkesedés szükséges. Tehát az űrhajót sem tudják úgy kilőni, hogy hát most picit kilövöm, picit nem lövöm ki. And a majority of the fuel that's used in a launch is at the beginning. És a legtöbb üzemanyagot ugye akkor használja föl a rakéta, amikor az elején a kilövés pillanatát követően. Okay, and then once it's out of the atmosphere and in space, it uses very little fuel. És amikor már elhagyja az atmoszférát, ott már nagyon kis energiát, nagyon kevés üzemanyagot használ fel. Okay, so that's how we need to start our people's businesses. We want to have a launch. Tehát így kell kezdenünk az embereink üzletét egy kilövéssel. Okay, so like I told you, 2 weeks, 14 days. Tehát 2 hét, 14 nap. Okay, that's the most important. Ez a legfontosabb időszak. Okay, and so we're going to talk about the first 14 days now, how to launch somebody. Tehát most átveszük ezt az első 14 napot, hogy hogyan kell akkor ilyen világkörüli pályára állítani valakit. So we already talked about, you know, the first week you want to do, the first 7 days you want to try to do at least one of their launch meetings. Tehát az első héten minimum egy ilyen start, ilyen kilövési találkozót kell tartani. But in the first two weeks, 14 days, you want to have done at least 4 launch meetings for them. Tehát az első 14 napban legalább 2, illetve 4 ilyen találkozót szervez meg az ő számára, tehát ő szervezi meg, de te közreműködsz ebben. Okay, and one of the launches that we talk about are launch meetings. Ezek ilyen start, ilyen kilövési találkozók. These are you're inviting people personally over to your house or a place where. Tehát ezek gyakorlatilag az otthoni bemutatók, tehát amikor a saját otthonodba, tehát az új ember a saját otthonába hív meg embereket. Okay, so let's say if you do one launch meeting on Thursday. Tehát hogyha mondjuk csütörtökön tartasz egy ilyen bemutatót. You want to follow the next 3 up every couple of days. A következő 3-at az pedig mindig egy pár nap múltával tartod majd meg. So it might be you do one meeting for him on Thursday. Tehát egyik találkozott mondjuk csütörtökön, the next one on Saturday, következőt utána szombaton, the next one on Tuesday, utána kedden, the next one on Thursday,
csütörtökön. Okay, so now you've done four, and if you've done that, then you're giving people a few opportunities for them to get people to their house. És ahogyha ezt megtartod, akkor ugye több lehetőséget is adtál arra, hogy embereket tudjanak meghívni saját magukhoz. You can let people know that you just started a new business. Tehát tudathatod az emberekkel, hogy éppen most kezdtél egy új üzletbe. And you're launching your business and you want to invite them to your launch. És hogy erre a kezdésre kívánod őket meghívni. And if they can't make it to one, you let them know when the next one is. Well, we're doing one on Saturday. Tehát, hogyha nem tudnak eljönni mondjuk az első csütörtökre, akkor nyugodtan tudathatod velük, hogy lesz majd egy szombaton is, és akkor arra valószínűleg el fognak tudni majd jönni. So just remember that you're the messenger, you're not the message. Tehát itt ugye az új ember szemszögéből beszélünk most, tehát hogy te nem az üzenet vagy, te csak az üzenetnek a hozója vagy. So sometimes when people say, I called some people but nobody's interested. Tehát ugye sokszor előfordul, hogy azt mondják, hogy hívtam embereket, de senkit nem érdekel. And my question is, how do they know what they're not interested in? És akkor az a kérdésem mindig, hogy hát honnan tudják, hogy nem érdekli őket? You obviously told them too much. Tehát minden bizonnyal túl sokat mondtál már nekik. Our goal when we're inviting people is not to explain everything. Tehát amikor meghívunk valakit, nem az a cél, hogy túl sok mindent elmagyarázzunk neki. Our goal is to invite and get them to the opportunities. A cél az mindig az, hogy beszéljünk velük, meghívjuk őket és egyeztessük az időpontot. Okay, so you know, just like a movie. Mint egy filmben, egy moziban. There's a trailer. Van egy előzetes. Okay, the trailer is to get you to come to the movie. Tehát a trailert, az előzetest, azt mindig azért mutatják be, hogy utána elmenjél majd megnézni a filmet. They shouldn't give you enough information in the trailer that you don't need to see the movie. Tehát, hogyha túl sok információ lenne ebben az előzetesben, akkor már nem mennél el megnézni a filmet, ha mindent tudnál. Okay. And that's what you need to do when you're inviting people. We're going to get into the inviting section here in a minute. És ugye ez a legyen a célod akkor is, amikor ezeket a meghívásokat folytatod. Okay. So one way to launch your business is for people to do meeting. Now these are people that are local that can drive to your house, that know you. They're going to feel more comfortable in your home than anywhere else. Tehát ezek azok az emberek, akik mondjuk közel laknak hozzád, könnyen eljutnak hozzád, és olyan ismerősök, akik jobban érzik magukat, kényelmesebben érzik magukat, hogyha te otthonodba hívod meg őket. There's another type of meeting that we do, and these are for long distance. It's more, we can call them launch call meetings, we can call them Skype webinar meetings, online meetings. It's for people that aren't local. Tehát a következő az pedig egy olyan megbeszélés, amelyen olyan emberek vesznek részt, akik nincsenek túlságosan közel, tehát ezek ilyen Skype-on keresztül, vagy webinártermen keresztül. Okay, now I know that this isn't very popular in Europe really, to do conference calls. Tehát azt tudom, hogy ezt Európában is használják. Okay, they don't really. Használják már, de nem annyira, mint mondjuk amennyire népszerű az Egyesült Államokban. But I want to mention them because you're going to have we're talking about global business, right? So I want it in there so that you know about it. Tehát azért gondolom, hogy ezt mindenképpen érintem, mert ugye egy globális üzletről beszélünk, tehát azt gondolom, hogy aki nagyon nagy üzletet, nemzetközi üzletet szeretné építeni, mindenképpen fogja használni ezt is. Because in the US you can go to freeconferencecall.com. You can get a free conference call line for free for 100 people for free. Tehát ez egy olyan az Egyesült Államokban használják, ahol 100 embert tudsz ingyenesen meghívni és ezzel részt tudnak venni. You can get your own conference call number, your own conference call code. It doesn't cost anything. This is phone. This is phone. Igen, tehát ez egy telefonos történet, ez egy telefonos konferencia hívás, ahol ingyenesen tudsz egyszerre 100 emberhez beszélni. Okay, so once again, I want you to know about that, and that's why it's in here, even though we don't really have that option as easy here in Europe. Tehát ugye itt Európában ez nem annyira kézenfekvő, nem annyira könnyen használható ez a lehetőség, mint mondjuk az Egyesült Államokban, csak azért vettem bele, hogy azért tudjatok róla, hogy van ilyen üzletépítési mód is. Okay, but you're going to have your launch for your local people, you're going to have your launch for your long distance people. That's what you need to remember. Tehát az a lényeg, hogy ebből arra emlékezzetek, hogy kell egy indítás a helyi, tehát a közeli ismerősöknek, meg a távolabb lévőknek is. Okay, so some of the things here that I want to make sure that you're aware of is just once again think of the long distance, think of Skype meetings with two or three or four people, think of a conference call service, another free one is. Tehát gondoljatok akkor itt ilyen Skype hívásokra, ahol esetleg mondjuk 2-3 emberrel tudtok egyszerre beszélni, vagy egy másik. You can go to, it's like anytime meeting or any meeting. Any meeting. Any meeting, right? Yeah. A lot of people use that.
That's free. Ez egy ingyenes ilyen webinárterem, gyakorlatilag beregisztrálsz, és onnantól kezdve tarthatsz saját webinárt bármikor ingyenesen. All right. So these are things that you can use to make sure that you're launching. Tehát ezek azok az eszközök, amiket használhatsz arra, hogy megfelelő hatékony és gyors legyen az indulás. So there's also things that you can be doing during your launch besides these launch meetings. Tehát ezeken a találkozókon kívül még vannak más teendői ennek a start időszaknak, amiket még sorra vehetsz. Okay, we're going to talk about a couple of them. Fogunk egy-kettőről beszélni. My favorite thing to do is 2-on-1 or 3-on-1 presentations. De az én kedvencem az a 2-1-ben vagy a 3-1-ben bemutató. And I'm actually going to go through one a little bit later, and I'll actually take you through what I did. És ezt így át fogom venni részletesebben, hogy lássátok, hogy én ezt hogy csinálom, hogy hogy tartom hatékonynak. Okay, and another thing that's one of my favorite things are these drop bys. I don't know if that means igen. The same thing. Drop by, igen. Yeah. Tehát ez a itt dobbe módszernek nevezték. So a drop by means somebody's at home or at work and I drop by to see them. Tehát ez a beugrom, tehát a beugrom hozzá módszer, tehát amikor valaki otthon van vagy a munkahelyén van, és akkor így egyszer csak így beugrasz hozzá. So if we need to change any translations, let me know. Here. Okay? But I think that these are by far the most effective way to build. De én azt gondolom, hogy ez messze a leghatékonyabb módja az építésnek. Okay, instead of always trying to get people to come to you or come to your meeting or come and do that. Tehát ugye azzal ellentétben, hogy folyamatosan győzködj embereket, hogy jöjjenek el a találkozóra, vagy jöjjenek találkozni vele, tehát hívod. Okay, you go to them. Te mész hozzájuk. And so what I would, a lot of times what I do with a new person. Azt mondom az új embernek. Okay, I look at the commitment letter, I see what time they have available to work. Megnézem az elkötelezettségvállalási levelét, vagy a papírját, látom, hogy mi az az időpont, amit fölírt, hogy ő az üzlettel fog foglalkozni. Okay, we start doing the drop-bys with their list of 15 and calls while they're putting their foundation together. Tehát ugye megcsináltuk már a listát, meg állítjuk össze az alapokat, és akkor elkezdjük együtt csinálni ezeket a beugrom hozzád találkozót. Okay, now as they're getting their foundation together, we've set up their launch meetings and they're pushing. Megvannak, ugye, tehát az alapok alatt ugye azt írtuk, hogy fölírtuk a barátok, család, a névlistát rendesen, és utána pedig már ugye ezt föl vannak osztva úgy, ahogy az előbb megbeszéltük, hogy ilyen csoportosítva vannak a kapcsolataik szerint. Okay, now we do drop-bys with people that we know well. You don't do these with people that you haven't talked to. Igen, tehát ezt a beugrást, ezt ugye azoknál lehet csinálni, akit jól ismerünk, tehát nem olyanoknál, nem akiket éppen hogy csak ismerünk egy picit. Okay, these are like I said, your close friends, family, those things. Ez a közvetlen környezetet, család, barátok. And so how I put my, I usually have my distributor in the car with me. Tehát ott van velem az üzleti partnerem az automat, tehát együtt megyünk. Okay, I look and see what appointments we have set up. Megnézem, hogy milyen időpontok vannak már leegyeztetve. If one appointment falls through or if we have time. És hogyha valamiért az egyik meghiúsul, vagy van még ott szabad időnk. Okay, then we do drop bys. Akkor csináljuk ezt a beugrom hozzádat. Pull out their list. Megnézzük a listát. Okay, and when we call start calling one person. És fölhívunk valakit a listáról. Okay, and this is basically how you do it. I'll show you my English version. It's more in depth, and I'll make sure that you guys get this translation too. Okay, but the first thing that you do when you call somebody is you want to be normal and ask them how they're doing and you know. Go through the normal pleasantries that you would. Jó, tehát az első, ugye, amikor telefonálsz, akkor ugye általában szokott lenni, hogy megkérdezed, hogy hogy van, és így ezek az udvariassági formulák. Okay, but you don't want to do that too long. De ezt ugye nem túl sokáig. Because they know you called for a reason. Mert azt tudják, hogy valószínűleg valami ok miatt hívtad föl. So you don't want to wait till it's awkward. Na, tehát nem akarsz már annyit várni, amíg kellemetlenné válik. Okay, so what I'll do is I'll ask them, how you doing? How's your family? I haven't talked for a minute. Tehát ugye azt mondom, hogy szia, mi újság, hogy vagytok, hogy van a család, tudunk-e beszélni egy percet? Okay, and then I'm gonna say, hey, are you at home or are you at the office? Figyelj, hol vagy most, az irodában vagy otthon vagy? And they say, well, I'm at home. Azt mondja, hogy otthon. I say, well, I'm gonna be in your area a little bit later today, is it all right if I drop by? Nem sokára, tehát hamarosan, még a mai nap folyamán azon a részem felétek járok, beugorhatok hozzád? And then when they, I don't tell them why yet.
Nem mondom meg, hogy miért. Okay, and then they say, yeah, sure. Azt mondja, persze, nyugodtan gyere csak. I say, well, good, because I want to drop by because I've got something I'm pretty excited to show you. Nagyon jó, mert akkor beugrom, mert szeretnék valami nagyon izgalmasat mutatni neked, vagy mondani neked. It shouldn't take too long, maybe 20 minutes. Nem tart túl sokáig, mondjuk 20 perc az egész. Okay, and so I'll probably be over in, I don't know, I'll be over in that air area about an hour. Tehát azt mondom, hogy hát körülbelül egy óra múlva járok körülbelül felétek. Vagy mondhatod azt, hogy figyelj, itt vagyok a környéken, 15 perc múlva ott vagyok nálad. Okay, and say, oh, by the way, I've got a friend with me. És igen, és velem van egy barátom is. Okay, now I know that this might sound a little bit awkward. De ezt tudom, hogy egy kicsit furcsán hangozhat nektek. Okay, but I promise you this once again. Also, when I take a new distributor, tehát én megígérem nektek, azt elmondom, hogy ha én egy új emberrel dolgozom. Okay, so I have a new partner in my business. Van egy új üzleti partnerem. Okay, we will sign up 2 or 3 people at the launch meeting. Olyan 2-3 embert regisztrálunk ezeken a start találkozókon. We'll sign up 6 or 7 people doing the drop bys in between. És olyan 6-7 embert pedig ezekkel a beugrom hozzá találkozókkal. Okay. We go to them, we show them, we sit down with them. Tehát elmegyünk hozzájuk, megmutatjuk nekik ott, oda megyünk helybe. And I'm telling you, there's been some days where I start the day with somebody, we don't have anybody in their business. Tehát volt olyan nap, hogy elkezdtem valakivel együtt dolgozni, még nem volt egy ember sem az üzletben. Okay, and by the end of the day we have 7 people in their business, 8 people in their business. És volt olyan nap, amikor estére 7-8 ember is volt az ő üzletében. Because we run around all day, meeting after meeting, drop by after drop. Mert egész nap mentünk és folyamatosan ilyen találkozókat csináltunk. All right, so it's going out there and making it happen and getting it done. Tehát csak úgy működik, hogyha kimész és megcsinálod. Okay, so, you know, once you show up, amikor ott megjelentek, tehát már ott vagytok a helyszínen. You know, obviously I greet them. Köszönünk, bemutatkozunk. And then I introduce them to Peter. Megtörténik a bemutatás is. And I say, no, the reason that I wanted to bring Peter. Tehát amiatt hoztam magammal a Pétert. Because he understands this a lot better than I do. Mert sokkal jobban érti az egészet, mint én. And I wanted you to hear it from somebody like I heard it from. És azt szeretném, hogy te valaki olyantól halljad, akitől én is hallottam. So obviously no pressure, but you gotta see this. Természetesen nincs semmi ilyen nyomás rajta, de én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen hallanod kell. Okay, so then I sit down and we really only take 20 to 30 minutes. We don't take longer. És akkor valóban leülünk, és akkor ez kb. 20-30 perc alatt maximum lezajlik. You can't say I'm only gonna take 15 minutes and be at their house for an hour. Mert ugye nem mondhatod, vagy nem csinálhatod azt, hogy azt mondod, hogy negyed óra lesz az egész, és utána ott vagy egy órán keresztül. Tehát ezt nem teheted meg. Tehát azt kell tenned, amit először mondtál, hogy tenni fogsz. And so what happens is, you're gonna, once again, you're not the one presenting. Tehát itt ugye megint az történik, hogy akkor nem te vagy az előadó, nem te adod elő. You've got somebody else you're teaming up with. És van veled valaki a csapatodból, tehát a szponzorod, felsővonalad, aki segít neked. Okay, and I'm going to kind of tell you what I normally go through. That's the other section in the cycle. Tehát egy másik, amit még most el fogok mondani így a ciklusból, amit még szoktam csinálni. Hey, but the reason it's good to have multiple people. Tehát hogy több ember, tehát azért előnyös, hogyha több ember részt vesz ebben. Because people, you know, when they do this business, you know, they're wanting to know that it doesn't just have to be them that's doing it. Mert az emberek arról szeretnének megbizonyosodni, hogy itt nem csak őnekik kell majd tenniük valamit. We're telling people that this is about a team. És akkor így meg tudjuk mutatni és mondani az embereknek, hogy ez egy csapatmunka. This is about a system. És egy rendszer. You know, and let's say we went and visited one of Peter's person and I was the presenter. Tehát mondjuk én ismerősömet látogatjuk meg, és a Byron lesz az előadó. Okay, what I love to say at the end of the meeting. Azt szoktam mondani a megbeszélés végén. Okay, as I say, now the beautiful thing is you don't have to do what I just did. És a legszebb az a dologban, hogy amit neked nem kell azt csinálnod, amit én csináltam most. Okay, but can you do what Peter just did? De azt meg tudod csinálni, amit a Péter most csinált eddig? Okay, and then we look at Peter. És akkor ránézek a Péterre. And he did nothing. Nem csinált semmit. And we laugh. És akkor nevetünk. Okay, you can do that. És akkor ezt meg tudod csinálni. You can do that. People. You know, if they think they got to go do everything all by themselves, they need to be a professional, know the products, know the comp plan. Guys. Tehát ezt azért kell megcsinálni, hogy az emberek azt gondolják, hogy nekik profi szinten kell tudniuk beszélni az üzletről, meg a termékről, meg mindenről, akkor az elején elrettennek.
And that's why we want people to realize that this really is a team approach. És azért szeretnénk, hogy az emberek valóban fölismerjék, hogy ez egy igazi, tényleg egy csapat munkáról szól. And we do this as a team. És mi ezt együtt, tehát együtt dolgozunk és egy csapatként működünk együtt. So just remember, you know, doing with these drop-bys, you just keep it simple, you don't talk too much. Tehát az a lényeg, hogy ne legyen sok a szöveg, tehát keveset beszélj, nagyon röviden, egyszerűen. And the beautiful thing is in today's world. És ebben tehát a mai világban az a csodálatos dolog. Okay, you can even do this through SMS. Hogy ezt még szinte SMS üzenetben is tudod tisztázni, hogy... Are you at home or at the office? Igen, tehát hogy SMS-t küldesz, hogy hol vagy, otthon vagy az irodában? Hey, no, I'm at home. Otthon vagyok. Hey, I'm in your area, right where I drop by. Tehát itt vagyok a ti környeketeken, be tudok ugrani hozzád? Sure. Persze. Perfect, because I got something I want to share with you. Jó, nagyon örülök, szeretnék valamit megosztani veled. Hey, see you soon. By the way, I've got a friend with me. Hamarosan találkozunk, velem van egy barátom is. Okay. Simple, you can just do that through SMS. Tehát nagyon egyszerű, még SMS-ben is le tudod ezt szervezni. So we've already talked a little bit about the online options of launching. Tehát beszéljünk egy kicsit az online lehetőségekről a startnak meg a kilövésnek a kapcsán. And so you can even help your people launch their businesses even if they're not local through online stuff. Tehát ezeken az online lehetőségen keresztül tud segíteni az embereidnek akkor is, hogy ők nem úgymond a helyi vonalba tartoznak, hanem kicsit távolabb élnek tőled. Okay, I've even done Skype meetings when people do their launch meetings in their house where I'm on Skype. Hey everybody. Még tartottam olyan Skype előadást is, hogy ugye az emberek ott voltak az új üzlettársa meghívta őket magához otthonra, de és én Skype-on keresztül tartottam nekik előadást. Okay, so the beautiful thing with technology is we can help launch our people no matter where they're at in the world. És ugye ez benne a csodálatos dolog a technológiai fejlődésben, hogy ugye tudunk segíteni olyan embereknek is, akik távol vannak tőlünk. Okay, now if we're talking about the launch meetings. És most beszéljünk ezekről a start találkozókról, tehát here's some tips. Itt vannak a tippek. The first one is you need to make sure that 45 minutes to an hour is plenty long. Tehát hogy a 45 perc vagy 60 perc az már meglehetősen hosszú. Tehát, yeah, I think you need to shoot for 45 minutes. Tehát igazából a 45 percet kéne valahogy belőni, hogy annál ne legyen hosszabb. That way if it runs over, you'll never be over an hour. Igen, tehát hogy akkor így akkor soha nem fogod tovább tartani, hogyha 45 percet célzod meg, nem fogod tovább tartani 60 percnél biztosan. Meg kell beszélned ugye a meghívóval, hogy a különböző zavaró tényezőket valahogy oldja meg, tehát távolíts el. Most itt gondolok kutya, gyerek, macska, papagáj. Yeah, no one's watching TV in the next room. Igen, lehet akkor senki ne tévézen a szomszédszobában. Maybe you love pets, but maybe somebody else doesn't. Igen, tehát ugye lehet, hogy te nagyon szereted a házi állatokat, de a meghívottak közül nem biztos, hogy mindenki. And maybe they're allergic, or I mean, you want to make sure you don't have a dog or a cat in there. You want them focused. Tehát azt szeretnéd, hogy a meghívottak tudjanak figyelni. Okay, they need to take these launches seriously. És hogy vegyék komolyan ezeket a ilyen start találkozókat, induló találkozókat. So if I do the first launch meeting and nobody shows up. Hogyha megtartanám az első ilyen találkozót és senki nem jelenik meg. Yeah, I'm going to talk with my partner and say, okay, what did we do wrong, man? We got to take this thing serious. Did you invite enough people? How did you invite them? What are we doing? Let's go through this again. Tehát akkor megbeszélem az új emberemmel, hogy figyelj, akkor valamit mit csináltunk rosszul? Elég embert hívtál, hogy hívtad meg őket? Tehát akkor újra megbeszéljük, hogy mi történhetett itt, hol lehetett a hiba. And sometimes people say, I don't understand. I put flyers on all my neighbors' doors. Azt mondja, nem értem, mondják ilyenkor, hát nem értem, hát én minden szomszédomnak az ajtajára tettem ilyen szórólapot. Like, it doesn't work that way. De ez így nem működik. Okay, you got to do personal invitations to people. Tehát személyes meghívást kell minden egyes emberrel folytatni. Okay, you can't put an ad in the newspaper and you're going to have hundreds. Tehát nem lehet az, hogy föladsz egy hirdetést az újságban, és akkor azt gondolod majd, hogy több százan fognak ott megjelenni. It's not going to happen. Ez nem fog megtörténni. Personal invitations. Személyes meghívás. Alright, so what we need to do is, like I said, we need to adjust it and make sure everybody takes these launches seriously. We're trying to get your business off the ground. Let's do this. Tehát nagyon fontos, hogy komolyan vegye az új ember is ezt, mert ugye ez az ő üzletének az igazi elindítását szolgálja. Okay. Another thing here is you always want to make sure that you're using the most up-to-date
presentations, standardized presentations. Tehát a nagyon fontos, hogy a legfrissebb egységesített prezentációt használd. Okay, make sure that everybody's not doing their own presentation, because then the duplication slows down. Tehát a bizonyos, hogy megrólod, hogy senki nem használ az egységestől eltérő prezentációt, mert az a lelassítja a másolódást. Okay, you want to have fun, make sure it's not too serious, but be professional. Tehát lehet úgymond viccelni, tehát ne legyen azért ez egy ilyen véresen komoly dolog, de legyen profi az előadás maga. Okay, make sure that you have some product for people to sample. Legyenek termék mintáit, tehát hogy az emberek meg tudják kóstolni. Okay, and you want to make sure that you have, you know, the opportunity for them to sign up right then. És meg legyen meg a lehetőség arra, hogy ott azonnal helyben be tudjanak regisztrálni. So when I do launch meetings. Hogyha megtartok egy ilyen találkozót. I usually have applications. Általában van ilyen jelentkezési nyomtatványom. And as I'm finishing up, I give everybody one. És mindenkinek adok egyet a végén. Even if they're in the business. Még akkor is, hogyha már benne vannak az üzletben. And the reason that I do that. És azért csinálom ezt. Because I don't want people to know who's in the business and who's not in the business. Mert ugye nem akarom azt, hogy ott az összes jelenlévő tudja, hogy ki van az üzletben már és ki nincs benne. Okay, what if I just hand an application to one person and there's 15 people there? Igen, hogyha ott van 15 ember és adok egyet valakinek, akkor ugye ez egy kicsit olyan furcsán néz ki. Okay, right? Okay, now I can get the other, if people are already in the business, they can hand them back to me later, but I'm going to hand one out. Jó, tehát mindenkinek kiadok egyet, hiszen aki már amúgy is az üzletben, azt már később vissza tudja nekem adni. Okay, just as another note, in a large group meeting. És ugye ugyanígy egy nagy nyílt bemutatón. Okay, I never ask. Én. So who's new for the first time? Igen, én soha nem szoktam azt megkérdezni, hogy ki az, aki először van itt. Oh, thanks for coming. Köszönöm, hogy eljött. Hey, I don't do that. Én ezt soha nem csinálom. All right. Another thing that you want to do. Egy másik dolog, amit még megtehetsz. Make sure that you're prompt. Prompt you're on time. Ja, persze, hogy pontos vagy, tehát hogy pontosan kezdesz, hogy időben érkezel. Okay. Like I said, dress the part. Megfelelően vagy felöltözve. And then what you don't want to do is you don't want to have all these chairs out in the front room waiting for 10 people. És ugye nem szabad megtenni az, hogy ugye ott ki van készítve mondjuk 10 szék ott a szobában, és akkor várja az embereket. Okay, you want it to look normal. Tehát úgy kell, hogy kinézzen, hogy teljesen normális, tehát nem kell, hogy egy ilyen berendezett legyen a szoba. Okay, and if more people come. És hogyha több ember jön. Okay, then you go get another chair. Akkor még ugye ki lehet szaladni, még mindig egy székért. You don't want it to look like you were expecting 15 people and 5 came. Igen, tehát ne legyen az ne legyen látható az, hogy te mondjuk 15 embert vártál, és aztán közben csak 5-en vannak, és akkor ott vannak az üres székek. Okay. So you pull out chairs as people come, as you need them. Tehát akkor kell elővenni az újabb székeket, hogyha jönnek az emberek és szükség van rá. And you need to do the same thing with bigger meetings. És ez ugyanez vonatkozik a nagyobb találkozókra is. If people tell me we're doing a meeting and there's going to be 100 people or 150 people. Tehát, hogyha megyek valahova előadást tartani, és azt mondják, hogy lesz 100-120 ember. Okay, I want them to set out 70 and have the other ones ready in the back corner. Tehát azt mondom, hogy akkor jó, akkor rendben, tegyünk ki 70 széket, és a többi az legyen elkészítve valahol hátul. Okay, so then as 100 people come, we need to go get more chairs. És hogyha jön a 100 ember, akkor ugye mindig több további székekre lesz szükségünk. So, you want to make sure that you focus on your guests that are there. Fókuszálj, te koncentrálj a vendégeidre, amikor a találkozó már van. And I'm going to talk a little bit more about this one inviting. És erről majd fogok még beszélni a meghívás kapcsán. Okay, so we're also I'm going to get some translation done on how to do a proper meeting, how to set it up for all the different types of meetings that we can do. That you'll be able to get in the back office and get more information on that, the do's, the don'ts. Jó, tehát itt készülnek még olyan fordítások, amelyek a webirodában lesznek elérhetők, azzal kapcsolatosan, hogy mik azokat, amiket javaslunk, hogy tegyetek, mi az, amiket javaslunk, hogy kerüljetek el ezzel kapcsolatban. All right. And the bigger meetings are once again we're going to have all sorts of tips on how you do them. Tehát a nagyobb találkozókra is vannak különböző javaslataink, tippjeink, hogy ezeket hogyan érdemes csinálni. All right. So, but I want you doing with this launch is just realizing those first 2 weeks you want to get that person getting their prospects in front of this opportunity. Tehát itt a lényege az egész dolognak az, hogy az első két hétben az új emberednek minél több jelöltje találkozzon ezzel a lehetőséggel. And if you do the launch right, you're going to be busy with a lot of work. Tehát hogyha ezt megfelelő módon csinálod, akkor nagyon elfoglalt leszel.
Okay, so after the launch, we're going to talk about how to share. The next part of the cycle is sharing. Ezt követően a következő része a ciklusnak ez a megosztása a dolgoknak, tehát hogy hogyan tudod ezt másokkal megosztani. Okay, so I call this the five C's in English. In Hungarian, we call them the five points. Tehát ez az öt C a angolul, de ugye ez magyarul ez öt pont, mert ugye ott nem úgy kezdődnek a szavak. So when there's one thing that everybody needs to be. Tehát, when they join this business. Tehát van egy olyan dolog, amit mindenkinek tudnia kell, vagy mindenki olyan kell legyen, hogyha csatlakozik ez az üzlethez. And as you bring people into the business, you need to stress this with them. Tehát hogyha az üzletbe akarsz behozni embereket, akkor ezt tisztáznod kell velük. Okay, and that is, you don't need to be a professional presenter. Tehát nem kell, hogy professzionális előadó legyél. You don't need to be professional at explaining the comp plan. Nem kell, hogy tudjad professzionálisan elmesélni a kompenzációs tervet. You don't need to understand how the product works. Nem kell, hogy értsd, hogy hogyan működik a termék. You need to be good at one thing when you start the business. Amikor kezdesz a legelején, egyetlen egy dologban kell profinak lenned. You need to be an expert inviter. Egy profi meghívónak That's kell it. Lenned. Expert inviter, that's your job. Ez a te munkád az elején, egy professzionális meghívóvá válj. We work as a team. Later your job will be to present, but right now as you're getting started, your job is to invite. That's it. Tehát a csapatban dolgozunk, később lesz majd olyan feladat is, hogy már profi előadó legyél, de jelen pillanatban az elején neked csak annyi a dolgot, hogy profi módon hívjál meg embereket. Okay, and if you do this well, guys, if you're an expert inviter, you're going to see your business grow. De és hogyha te egy megfelelő profi meghívóvá válsz, akkor fogod látni, az üzleted nőni fog. Because when people get in front of this opportunity, you're going to get people that want to do it. Mert hogyha az emberek megismerik ezt a lehetőséget, akkor lesznek olyanok, akik csatlakozni akarnak. Because it's very compelling. What we have is unique and is amazing. Mert ugye ami rendelkezésünkre áll, az egy egyedülálló dolog és egy fantasztikus lehetőség is egyben. Okay, but nobody's going to join your business if they don't know what it is. De ugye senki nem fog csatlakozni az üzletedhez, hogyha nem tudják, hogy miről van szó. So when you're inviting, you need to follow these five points. Tehát amikor meghívsz, akkor ezt az öt pontot kell követned. And you want to make sure your teams understand this, your new people. És hogy az új embereik is értsék meg ezt. The first thing you need to do is create curiosity. Az első dolog az, hogy kelts érdeklődést, kíváncsiságot. And so you want to just talk about a couple of sentences on what's going on, why you're so excited. Egy-két mondatban el tud mondani, hogy mi történik éppen, mitől vagy te olyan izgatott, miért vagy ilyen lelkes. Hey, listen, the main reason I called you. Tehát a fő ok, ami miatt hívtalak. Is I've got my hands on a product that no one else has on in the planet. Vagy egy olyan termék került a kezembe, ami senki másnak nincs a földön. Okay. And in Europe, we're one of the first people to have it. És Európában mi vagyunk az első emberek, akiknek egyáltalán van. And we have the opportunity to take it everywhere. És mi kezünkben van az a lehetőség, hogy eljutassuk mindenhova egész Európába. Okay, the next thing that you want to do. A következő lépés. You need to control yourself. Tehát ugye itt a következő az, hogy kontrolláld magad. Remember that you're just inviting, you're not explaining. Tehát te csak meghívsz, és nem a te feladatod, hogy elmagyarázd, elmond. Okay, it's not that we're trying to keep it a secret. Tehát nem azért, mert titkolózni akarunk. Nem akarok semmit eltitkolni. I just know what works. Csak tudom, hogy mi az, ami működik. It doesn't matter, you know, I don't know if anybody has seen, you know, the new Spider-Man movie. Tehát nem tudom, hogy például láttátok az új Pókember filmet. Okay, but there's this one time where, you know, he's on this mountain and he's fallen and his web's not working. Tehát ugye van egy olyan rész, amikor leesik ott a hegyről, és nem működnek ezek a hálók, amivel ugye egyébként közlekedik. Tehát ez egy nagyon izgalmas rész, ott aggódsz, hogy mi fog történni, hogy mi lesz most a következő lépés. It doesn't matter how well I explain it. Teljesen mindegy, hogy milyen jól magyarázom ezt el. Okay. It's not gonna be as good as a movie. Tehát ez nem lesz soha olyan jó, mint ahogy a moziban ezt megnézed. You need to make sure you're not the movie. Tehát te foglalkozz az, hogy ne te legyél a mozi. Control yourself. You want people to come see the movie. Tehát kontrolláld magad, és te legyél az előzetes, érd el azt, hogy az emberek jöjjenek el megnézni a filmet. The person that you're talking to on the phone is trying to see if they can get enough information to make a decision. Az ember, akivel beszélsz a telefonon, ő azt szeretné elérni, hogy elegendő információt kapjon már ahhoz, hogy már ott rögtön döntsön.
Okay, but I don't want to give them enough information to do that, because there's no way in just a couple minute call I can really show them the whole thing. De ugye én nem szeretnék annyi információt adni, mert esély sincs rá, hogy ebben az egy-két percben én annyi információt adjak át, hogy ő egy megfelelő döntést, egy helyes döntést tudjon hozni. That's why it's so important that we control ourselves. Ezért nagyon fontos az, hogy kontrolláljuk magunkat. So, you know, I usually want the entire call to be 5 minutes long. Általában arra törekszem, hogy az egész hívás ne legyen több 5 percnél. Okay, and so I'm looking at my phone or my watch, now I just use my phone. De nézem az órámat, vagy a telefonomat, általában ugye most már a telefonomat. And if I talk longer than 5 minutes, hogyha többet beszélek, mint 5 perc, I'll cut myself off and say, you know, you just need to check this out. I don't want to, I'm talking too much. Tehát akkor valahogy mindenképpen megszakítom a dolgot, mert látom, hogy túl sokat beszéltem már is. So that when you start talking about the opportunity and you're inviting, you really only want to spend two, three minutes on that. 2 minutes. Tehát igazából, hogyha ezt így folyamatosan csinálod, akkor egy olyan 2-3 percet fogsz fordítani egy meghívásra. Okay, after you control yourself, you want to compliment. Azután, hogy ugye ezt így magadba kontrolláltad, utána pedig következik az, hogy valamiféle ilyen kedves, igaz bókkal, tehát nem valamilyen kitalált dologgal megnyered őket magadnak. And say, one of the main reasons I'm thinking of you is I know how good you are with people. Tehát valami ilyesmit, hogy a fő ok, ami miatt hívtalak, tudom, azért hívtalak, mert tudom, hogy nagyon jól bánsz az emberekkel. Or the reason that I called you is I know how much you're interested in health. Vagy azért hívtalak, mert tudom, hogy mennyire érdekel téged az egészség. Or it's because of the fact that I know you're business minded and I value your opinion. Vagy tudom, hogy ilyen üzleti érdeklődésű vagy és értékelem a véleményedet. Okay, so you want to make sure that you have a compliment that's sincere. Valami olyan legyen ez a bók, amiről tudod, hogy helytálló, hogy egy igazi. Okay, so if you can't think of that beforehand, if you can't think, okay, what can I compliment him? You don't have a reason to compliment him. Tehát, hogyha egyszerűen nincs okod arra, nem találsz valami olyat, amivel úgymond bókolni tudsz neki. Then why are you calling him? Akkor mi a bánatnak hívod föl? Why do you want that person on your team? You can't think one good thing about him. Tehát akkor hogyha nem jut eszedbe egy jó dolog sem róla, akkor miért akarod, hogy a csapatodba legyen? You shouldn't call him. Akkor igazából jobban teszed, hogyha őt nem hívod. All right, and it needs to be sincere, because everybody knows, you know when people aren't being sincere to you, right? Tehát eznek őszintének kell lennie, mert az emberek azt megérzik, hogyha te is megérzed, hogyha valaki nem őszinte veled. Okay, they can feel it too. It needs to be sincere. Tehát ezért mindenképpen valami őszinte bók legyen, mert megérzik. All right, the next thing that you need to do is, after you complimented them, you want to commit them. A következő az pedig, this one or this one? Yeah. He comes the timing and the commitment. I think they added something. Okay. Tehát a következő az pedig a megerősítés, tehát olyan értelemben, hogy kötelezze el magát, hogy részt vesz a találkozón. Okay, so I want to commit. When is the soonest that you have 20 minutes that we can get together? Tehát mi az a legközelebbi időpont, amikor tudunk találkozni 20 percre? When is the soonest that you have a few minutes you can sit in front of the internet? Vagy mi az a legközelebbi időpont, amikor egy pár percre le tudsz ülni a számítógép elé? Because maybe they're long distance and you can have them watch a video. Vagy például lehet ugye, hogy ők távolabb vannak tőled, és azt szeretnéd, hogy nézzenek meg egy videót. Watch a webinar, a recorded webinar. Vagy nézzenek meg egy felvett webinárt. Okay, but what you want to do is you want to commit them. Az a lényeg, hogy mindenképpen valamit egyeztessetek, tehát kötelezzék el magukat. And let's say that they can meet tomorrow at noon. Például az mondjuk azt, hogy holnap tudunk délben találkozni. Okay, then the next thing that you want to do is you want to confirm that at the very end. És a legvégén ugye ezt megerősíted ezt az időpontot, tehát megismétled a pontos időpontot. Okay, so you want to confirm, okay, so tomorrow at noon we're going to meet here, right? Jó, tehát akkor megbeszéltük, ugye holnap találkozunk délben itt és itt. And it's important to confirm, reconfirm, okay, so tomorrow at noon, that's going to work. Tehát ez fontos, hogy újra elhangozzon, hogy akkor jó, akkor holnap délben, akkor mind a ketten tudjuk, hogy akkor találkozni fogunk. Now the reason that you want to do that, azért csinálod ezt. If you don't understand how important that is, you probably haven't been in this business very long. Hogyha ezt nem tudod, hogy mennyire fontos, akkor valószínűleg nem vagy még elég régóta ebben az üzletben. Because if you've been in this business for a while, mert ha már egy ideje benne vagy ebben az üzletben, after you've had a lot of people say they're going to do something and they don't. Eltelik ugye egy idő, és nagyon sok ember mondott valamit, hogy mit fog tenni, aztán utána kiderül, hogy mégsem teszi azt. You start to become a little bit more bold. És akkor egy kicsit olyan
határozottabb leszel, vagy olyan keményebb leszel. Okay, because you want to make sure that you're not wasting your time. Mert meg akarsz arról bizonyosodni, hogy nem vesztegeted az idődet, tehát hogy nem fogsz elmenni fölöslegesen valahova. All right, I don't have time to waste, you don't have time to waste. Nekem sincs időm arra, hogy elvesztegessen, neked sincs időd arra, hogy elvesztegess. So and that's why we want to share and use these points. Tehát azért használjuk ezeket a pontokat, és azért belegyünk ezzel követjük ezt. All right, and one of the reasons, like I said in before, one of the tips is you want to focus on the people that are there. Tehát azokra az emberekre koncentrálsz, ugye akikkel leülsz, az az oka ennek. Is because a lot of times there's people, you know, let's say that there's a big meeting. Tehát mondjuk van egy nagy találkozó. And I call people lobby cranes or lobby swans that are just out in the lobby waiting for their people. Ah, jó, tehát ők azok, akik úgy hívok, hogy ilyen elő az előcsarnokban nézelődők, tehát akik ott előcsarnokban kémlelők. And they're just sitting there waiting for other people. Mert ugye várják a vendégeket. And maybe they invited 10 people promised. They swore in blood that they were going to be at the meeting tonight. Tehát az van, hogy ugye 10 embert hívtak és vérszerződést kötöttek, hogy valóban el fognak jönni mind a 10. These are my closest friends. Ezek a legközelebbi barátaim. Okay, you're probably going to have two or three if you're lucky. Igen, és hogyha szerencsés vagy, akkor valóban ott lesz 2 vagy 3. Okay, that's just part of the business. Ez az üzletnek a része. But what a lot of people do? A legtöbben, vagy sokan azt csinálják. They have 3 people there. Ott van 3 ember. But they're focused on the 7 that said they would come. De ő a másik 7-re koncentrál, aki azt mondta, hogy jönni fog. Those people promised me they would come. Hát ez hihetetlen, megígérték, hogy eljönnek. Yeah, there's supposed to be 10 people here. Hát 10 embernek kéne itt lenni. And there's 3. Itt vagytok 3-an. You know what? Forget about the people that didn't come. Jó, tehát felejtsd el azokat az embereket, akik nem jöttek. Focus on the people that are there. Azokra fókuszálj, akik ott vannak. That's what's important. Ez a fontos. If you have one person there, focus on that person. Don't be so frustrated about the 9 that didn't come. Tehát hogyha egy ember van ott, akkor az egyel foglalkoz, ne érdekeljen az a 9, aki nem jött el. Because they're not there. Mert ők nincsenek ott. You can't do anything about it. Semmit nem tehetsz ennek érdekében. Okay, make sure that you're focused on the person that did come, make them feel important, answer their questions and. Tehát gondoskodj arról, hogy ő fontosnak érezze magát, foglalkozz vele, válaszolja a kérdéseire. So let me give you a couple examples real quick of following these. Egy-két példa erre. Let's see here. Okay, so you want to just read those? You mind just reading those? Okay. Szia Péter, azért hívtalak, mert alkalmam nyílt egy olyan projektben dolgozni, ami lehetőséget ad arra, hogy segíteni tudjak egy forradalmi termék terjesztésében. Ugye itt volt a kontrollási rész, hogy akkor nem kezdünk el másról beszélni. Nyerd meg őket. Tudom, hogy te egy üzleti gondolkodású ember vagy, ezért szeretném, ha megismernéd, hogy miről beszélek. Ugye itt jön a lépés. Mikor tudnál szakítani rám 20 percet, hogy találkozzunk, és többet is megtudhass róla? És akkor válasz az, hogy ma este akad egy kis időm, 20 óra körül jó lenne. Tökéletes, akkor 20 óra körül érted megyek, és akkor tudnánk találkozni. Ez volt az egyik ilyen példa. Második példa. Szia Kriszti, mit csinálsz ma este 19 óra körül? Itthon leszek, miért? Átugranék hozzád és mesélnék arról a forradalmian új termékről, amit fogyasztok. Ez egy hatalmas áttörés a táplálkozásban, és nagy hatással van arra, hogy miképpen érzem magam. Ugye itt jön a kontrollási rész, nyerd meg őket. Te mindig kiemelkedő példát mutattál abban, hogyan kell egészségesen élni. Ezért is gondoltam rád. Ha neked is megfelel, akkor este 19 óra körül nálad, hát most este 7 körül nálad tudnék lenni, és hozok magammal egy mintát, hogy te is ki tud próbálni. Mit szólsz hozzá? Persze, gyere csak, rendben van, akkor 19 órakor ott leszek. Itt van még egy minta. Szia Gábor, mikor tudsz mielőbb 15 percet internet közelben lenni? Együtt dolgozunk néhány barátommal, mert egy olyan egyedülálló lehetőség nyílt, ami által sok ember egészségén tudunk segíteni. Nagyon jól tudom, milyen sok időt fordítasz arra, hogy segíthess másokon, így gondoltam, feltétlenül megosztanám veled ezt az információt. És akkor ugye Gábor azt válaszolja, hogy este 9 után, miután elaludtak a gyerekek, lesz egy pár szabad percem. Rendben, megfelelő, akkor 9:40-kor visszahívlak, amikor már internet közelben vagy. Tökéletes. Köszönöm Gábor, akkor 9:40-kor hívlak. Tehát ugye minden pont benne volt azért ott bele vannak rakva ugye a kontrollálat, a megerősítés, tehát ugye úgymond a szabályok szerint. Now on this example, when he asked, hey, when can you get in front of the internet? Tehát például ebben a példában, amikor azt mondta, hogy figyelj, mikor tudsz a gép elé ülni.
The person said 9 o'clock after my kids are in bed. Ugye azt mondja, hogy este 9 után, miután a gyerekek már lefeküdtek. Okay, what was the answer? Mi volt a válasz? Okay, I'll call you back at 9:15. Tehát akkor én fölhívlak 9:15-kor, tehát 9:40-kor. Why would we call him back? Miért hívjuk vissza? Why not just give him the website link right there? Miért nem adjuk rögtön oda a linket, amikor itt beszélünk vele? Because they won't watch it. Mert hogy nem fogja megnézni. Okay, they won't watch it. This is what will happen if you give if you call somebody and you say, hey, when can you get in front of the internet? Ha egyébként azt történne, hogyha fölhívod, azt mondod, figyelj, mikor tudsz a gép előülni? And they say tonight. Ma este. Say, well, I'm going to give you this. I'm going to send a link to you. Watch it tonight. Jó, akkor átküldök egy linket, nézd meg ma este. Okay, and I'll call you later tonight and see how it went. És utána fölhívlak majd később este, és megbeszéljük, hogy működött. So then you call them that night. És utána fölhívod aznap este. Okay, maybe they don't answer. Lehet, hogy föl se veszi a telefont. Or maybe they answer. Lehet, hogy fölveszi. And say, oh, I've been busy. Ő azt mondja, hát nem tudtam megnézni, elfoglalt voltam. Okay, I'll do it tomorrow. Holnap megnézem. Okay, so then you call them tomorrow. Aztán utána megint hívod. Oh, I've been busy. Elfoglalt voltam megint. I'll try later tonight. Még ma este valamikor később még megnézem. You call later that night. Később este hívod. No answer. Nincs válasz. Call them the next day. Másnap hívod. No answer. Nincs válasz. You get a hold of them later because they feel bad, maybe. utána még hívod, mert lehet, hogy mit tudom, valami rosszul érezte magát, hogy valami baja volt. Okay, or no, maybe they feel bad that you keep calling, so. Ja, igen, tehát okay, bocsánat, tehát hogy ők már kellemetlenül érzik magukat amiatt, hogy te állandóan hívogatod. And so they finally answer. És a végén azt válaszolják. And they feel bad because they haven't done what they said they would do. És egy kicsit kellemetlen érzik magukat, mert ugye nem csinálták meg azt, amit mondtak, hogy meg fognak csinálni, tehát nem nézték meg. So they'll say, listen, you know, I'm really busy. What is this? I'm probably not going to be interested. Igen, és akkor azt fogják mondani, hogy te figyelj, nem tudom mi ez, de valószínűleg nem fog érdekelni. Okay. I don't have a lot of time. Nem nagyon érek rá. Just because you gave him a link. És ez amiatt volt, mert adtál nekik egy hivatkozást, hogy nézzék meg. Here's the right way to do it. A helyes módja ennek, hogy hogyan csináld. Okay, so you can watch it after 9 o'clock, I'll call you at 9:15. Oké, tehát akkor fölhívlak este 9:40-kor, amikor már lefektetted a gyerekeket. Okay, I call him at 9:15. Hívom őt 9:40-kor. Okay, do you still have the 15 minutes you promised me? Még mindig áll a 15 perc, amit ígértél nekem? Okay, go sit in front of the computer. Akkor ülj le a számítógép elé. All right, type in this address. Üsd be ezt a címet. Okay, do you see that video? Látod ezt a videót? Okay, click on that. Do your speakers work? Kattints rá, működnek a hangszóróid? Okay, when I hear it going. És amikor hallom, hogy működik. Okay, so I'll call you back in 15 minutes. Vissza foglak hívni 15 perc múlva. Okay, I hold their hand. Tehát fogom a kezüket. I take them to the water. Egy picit oda viszem. I'll get a drink. Igen, oda viszem a vízhez, segítek neki inni. That's the only way it works. Tehát ez az egyetlen módja, hogy működik. Okay, don't give them a website. Don't send them an email. Don't just, I mean. You gotta hold their hand. Tehát fogni kell a kezüket, ne küldjél e-mailt, ne küldjél információt, ne küldjél hivatkozást, mert nem működik ezen a módon. Okay, so just make sure that when you're inviting people. Tehát amikor meghívsz embereket. The best way to do it is over the phone. A magára a meghívás a legalkalmasabb mód az a telefonon keresztüli meghívás. Okay, that's my personal opinion. Ez az én személyes véleményem. So if you meet somebody in the store or on the metro, you can still invite them. Tehát hogyha találkozol valakivel az üzletben vagy a metrón, még persze akkor is meghívhatod. Okay, but the problem with that. De a probléma ezzel az. You can't keep your conversation to 5 minutes. Tehát akkor ugye nem fogod tudni korlátozni a beszélgetés idejét 5 percre. Okay, 'cause you're stuck. Mert hogy ott vagy, tehát ott vagy a helyszínen. Okay, so they'll keep asking questions. Igen, tehát újabb kérdéseket fog feltenni. So once again, you can still invite that way, but it's more effective over the phone because you have a lot more control of where that conversation goes. Tehát így is meg lehet hívni, de sokkal hatékonyabb a telefonon keresztüli meghívás, mert ott kontrollálni tudod a beszélgetésnek az időtartamát. And make sure that people can feel your energy. És nagyon fontos, hogy az emberek érezzék az energiádat. Okay, people can feel a smile from 1,000 miles away. Tehát az emberek egy mosolyt azt 1,000 kilométeren túlról is érzékelni tudnak. Okay, so what I like to do before I get on the phone is I review my goals.
Tehát én azt szoktam csinálni, mielőtt egyáltalán telefonhoz nyúlok, hogy átnézem, átgondolom a céljaimat. I focus on what I'm trying to accomplish. Arra fókuszálok, hogy mit szeretnék elérni. Why I'm so excited. Miért vagyok ilyen izgatott, miért csinálom az egészet. I do 10 push-ups. Igen, én személy szerint szoktam csinálni 10 fekvőtámaszt. Get the blood going. Tehát, hogy a vérkeringés megfelelő legyen. And I make the phone call. És akkor utána telefonálok. And if I have a bad phone call. És hogyha van egy rossz hívásom. Okay, where somebody is rude. Vagy valaki olyan udvariatlan velem. Okay, or, I'm not rude to people. I don't understand why people are rude back, and sometimes they are. Én ugye soha nem vagyok udvariatlan emberekkel, úgyhogy nem is nagyon értem, hogy ők miért udvariatlan velem, de néha ez is megtörténik. It's gonna happen. Előfordul. You know what I do? Tudjátok, mit csinálok? I don't call anybody else. Akkor nem hívok mást. Until I can get myself back in that mindset. Egészen addig, amíg nem állítom vissza magamban a megfelelő hozzáállást. Okay, I'm not gonna call anybody when I just had a bad call. Tehát addig nem hívok, egy ilyen rossz hívás után nem hívok egy újabb embert, amíg vissza nem állítom a lelki állapotomat. Okay, I'll call my upline. Felhívom a felső vonalamat. And I'll say, tell me something awesome that happened today. Mondj valami fantasztikus dolgot, ami ma történt. Okay, I'll call somebody in my team. Vagy hívok valakit a csapatomból. Okay, tell me a testimonial in your team. Tell me somebody you gave the product to and it benefited their life. És felhívom valakit a csapatomból, és azt mondom, figyelj, mondj már valami nagyon jó terméktapasztalatot, amit mostanában hallottál a te csapatodból. Okay, and then they tell me. És akkor ezt elmondják nekem. Like, that's awesome. Hú, és azt mondom, igen, ez fantasztikus. Do 10 more push-ups. Akkor megint 10 fekvőtámasz. You're back on the phone. És utána telefonálás. Okay. Make sure you're in the right mindset. Tehát a megfelelő hozzáállásod, a megfelelő lelkiállapotban legyél a telefonhíváshoz. As people can feel it. Mert érzik az emberek. All right, so, like I said, we've gone through a lot of these tips. Tehát itt ahogy látjátok, van egy csomó ilyen tip, hogy mi az, amit érdemes mondani, és mi az, amit esetleg kerülendő. Okay, so these are some things that you can say when people ask you what it is that you're calling about. Itt van egy-két olyan dolog, amit tudtok mondani akkor, hogy ha megkérdezik, hogy mi a telefonáltok, miről lenne szó. Okay, and now you probably know the person you're calling, and you can use the one that makes the most sense for that person. És ugye minden bizonnyal te ismered azt az embert, akit hívsz, tehát azt a megfelelőt használhatod, amit úgy érzed, hogy ő rá még, tehát a leginkább passzol. Yeah, I focus a lot on the business. Én eléggé az üzletre koncentrálok. So a lot of times I just say, when they say, well, what is it? Azt mondják, hogy mi ez? Ezért én gyakran azt mondom. Ez arról szól, hogy hogyan csináljunk pénzt. De lehet, hogy ez nem mindenki számára ez a megfelelő visszacsatolás. Lehet azt mondani, hogy ez egy olyan dolog, amivel nagyon nagy változást tudunk elérni az emberek életében. Ez egy olyan kihívás, amelyen keresztül 90 nap múlva meg tud változtatni a saját életedet. Like mine did the last 90 days. Mint ahogy az enyém is megváltozott az utóbbi 90 napban. Persze mondhatod, hogy igen, ez egy pénzcsinálási módszer. You can say I'm working on a new project that's just starting. Nothing else like it. Vagy mondhatod, hogy ez egy olyan új projekten dolgozom, ami semmihez nem hasonlítható. You can say, well, it's a lot easier for me to show you than tell you. Ugye mondhatod azt is, hogy sokkal egyszerűbb megmutatni, mint elmondani. So when can we get together? Mikor tudunk találkozni? You can say, you know, this might not be for you, I don't know. Azt is mondhatod, hogy figyelj, lehet, hogy ez nem neked való, én nem tudom. Okay, but I just want you to see it. De én azt akarom, hogy lásd. One of the things that I tell my friends. Én általában azt mondom a barátaimnak. Because they know I do network marketing. És ugye mert ők tudják, hogy ugye én network marketinggel foglalkozom. Sometimes call them up, they're like, is this network marketing? És akkor mondják, hogy igen, ez network marketing? I say, of course. Hát persze. You know I wouldn't be doing it if it wasn't. Hát tudod, én nem is csinálnám, hogyha nem az lenne. Okay. So I don't care if you do it or you don't do it. Én engem nem érdekel, hogy te is csinálod-e vagy sem. But I want you to see it. De én azt akarom, hogy lásd. I know what's gonna happen. Mert én tudom, hogy ez működik, ez meg fog történni. Okay, and in 6 months or a year from now, és 6 hónap múlva, vagy egy év múlva, when you hear what's happened to me, amikor hallod majd, hogy mi történt velem, okay, I don't want you mad at me because I didn't tell you. Én nem akarom, hogy majd haragudj rám azért, mert nem szóltam. So, you're gonna see it. Meg fogod látni. Afterwards, if you want to do it, let's do it. If not, no big deal. You know that. Hogyha te az a lényeg, hogy megnézed, hogyha utána nem akarod csinálni, semmi gond nincsen, azt akarom, hogy lásd. Okay. And then it's on your shoulders, not mine. És akkor innentől kezdve ugye a te válladon lesz a felelősség, nem az enyémen. That's what I tell my friends all the time. Ezt szoktam mondani a barátaimnak mindig.
Another thing that you can say is, you know, I'm sure once you sit down and see this, you'll be as excited as I am. És a másik, amit meg szoktam mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy ha ezt leülünk és megnézed, akkor te is ugyanolyan izgatott leszel, mint amilyen én vagyok. Okay, the reason that it's good to have these things in the rain cycle and give people these things as they're getting started. Azért jó, hogy ezt tartalmazza a rénciklus, és ezt oda tudjuk adni az új embereknek. Because they don't know what to say. Mert igazából nem biztos, hogy tudják, hogy mit mondjanak. They won't know what to say, and they'll say things that they shouldn't have, or they'll say the wrong thing. És utána pont azokat a dolgokat mondják, amiket nem kellene. It's just like I told you, those Rambos out there that just call that do everything themselves. Igen, tehát mint ugye azok a Rambók, akik mindent egyedül akarnak, az egész világot egyedül akarják legyőzni. Okay, I finally, when I find out what they're doing, I say stop. Mert rájövök, hogy mit csinálnak, akkor azt mondom, állj. Okay, how many people on your list have you tried to call that you haven't been able to get a hold of? Tehát hány olyan ember van, akit már próbáltál felhívni? Because you burned most your list. Mert hogy már gyakorlatilag elégetted a listádnak a nagy részét. All right, let's take these people you have been able to get a hold of and let me show you how to do it. És akkor foglalkozunk azok az emberekkel, akiket mondjuk még nem hittél, és hadd mutassam meg, hogy hogyan kellene csinálni. Okay, and then something crazy happens. És aztán valami őrült dolog történik. It starts working. Egyszer csak elkezd működni. Because we're doing it the right way. Mert a helyes módon csináljuk. All right, so you know, I really don't want people to feel pressure. I don't try to pressure people into the business. Tehát igazából én semmiképp nem szeretném, hogy emberek nyomást érezzenek olyan értelemben, hogy én be akarom őket kényszeríteni ebbe az üzletbe. Okay, I want them to feel my commitment and my belief. Tehát azt akarom, hogy érezzék az én elkötelezettségemet és az én hitemet. Okay, I want to create urgency. Egy ilyen sürgősségérzést akarok kelteni. Okay, but I'm not gonna push them. De nem akarom őket nem akarom őket az üzletbe erőszakolni. Yeah. It takes a lifetime to make a friend. Egy egész életet igényel, hogy valaki szert tegyen egy barátra. It takes a minute to lose one. És kb. Egy percig tart, hogy valaki elveszítse. Okay. It's not worth it. Nem éri meg. Okay, we don't need everybody. Tehát nincs szükségünk mindenkire. We just need a few people who understand what we were showing them. Egy pár emberre van szükségünk, akik megértik azt, hogy mit mutatunk nekik. And when I started in this business, és amikor elkezdtem ezt az üzletet, okay, most of the people that told me no my first three months. A legtöbb olyan ember, aki az első három hónapban nemet mondott nekem. By the end of the year, a majority of them were in my business. A döntő többségük egy év múlva már benn volt az üzletemben. Okay, so no just means no, not now. Igazából a nem az azt jelenti, hogy nem, pillanatnyilag nem. Okay, and I'm going to show you how you keep the door open and how you keep people, you know, sitting there so that you can get them in later. És megmutatom azt, hogy hogyan hagyhatjátok nyitva az ajtót, hogy a későbbiekben vissza tudjatok menni az ilyen emberekhez. Okay, and don't forget that some of your best people are going to come from referrals, so maybe your people that aren't interested. Igen, és ne felejtsétek el, hogy a legjobb embereid azok ajánlásokon keresztül fognak majd jönni, tehát olyan ismerősöd ajánlásából, akik egyébként nem érdeklődnek az üzlet iránt. So what I'm going to do is you want to make sure that you're keeping track and you kind of have a, you know, a tracking sheet here. Van egy ilyen nyomonkövetési nyomtatvány. You know where you can put their name, their telephone number, and you can they'll be in the rain cycle, and you can print off other sheets as well. Tehát ugye itt ezt több ilyen oldalt használhatsz erre. Ugye dátum, név, telefonszám. Okay, and here's the different things that they're doing. És akkor itt vannak a különböző ilyen kategóriák, hogy kire mi vonatkozik. And you can just, you know, check them off. És azt csak simán ki tudod pipálni. Okay, you invited them. You presented to them. Meghívtad őket, részt vettek az előadáson. Okay, you followed up with them. Megtörtént a nyomonkövetés. They've signed up. Regisztráltak. And they've been trained. És már átestek a képzésen is. Okay, so you want to, just signing them up, that's not the end, guys. You got to make sure that they're getting trained and they're understanding. Tehát maga a regisztráció ez ugye nem a végső lépés, hanem utána még következik az oktatási rész. Okay, now we're here doing a training today and you guys are going to learn a lot of stuff and you can feel confident and go do some things maybe that you haven't been able to do or have the belief to do. Igen, tehát remélhetőleg ugye mai napon nagyon sok mindent tanultok és olyan információkhoz jutok, ami által meggyőződöttebben tudjátok csinálni azt, amit eddig csináltatok. All right. But okay.
You're going to learn how to do this business better outside of a training, actually out doing it, than in any training you could ever be in. Igen, de bármilyen képzésen, oktatáson vesztek részt, magát az üzletet sokkal jobban meg tudjátok tanulni azáltal, hogyha kimentek és csináljátok, mint sem itt egy ilyen teremben. The best way to teach your people and train your people is by doing it with them. A legjobb módja annak, hogy képezétek, tanítsátok az embereiteket, az az, hogy közösen, tehát megmutatjátok nekik, hogy ti hogy csináljátok. Okay, there's a book that I like. Nagyon szeretek egy könyvet. And the title of the book is. Melyek a címe? You can't teach a person to ride a bike. Tehát nem tudsz megtanítani egy embert biciklizni. At a seminar. Egy szemináriumon. You can't. Nem lehet. There's no way to teach somebody balance unless they get on the bike. Igen, tehát nem tudod neki elmagyarázni azt, hogy hogyan egyensúlyozon, amíg rá nem ül egy biciklire. Okay, today we're gonna learn stuff. It's gonna make sense. You're gonna go, wow, yeah, I get it, yeah, cool. És akkor lehet, hogy ma tanulunk olyan dolgokat, ami azt mondjátok, hogy hú, ez tényleg ez nagyon jó, ez értem, ez tök jó, ez működik. The only way it's gonna benefit your business is going out there and doing it. De ez csak úgy jelent majd előnyt az üzletet számára, hogy ha kimentek és használjátok. Okay, and I promise, as you start to do it, you're still gonna do some things wrong. És megígérem, hogy ha elkezditek csinálni, biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan dolgok, amiket rosszul fogtok csinálni. De utána vissza tudtok mindig lapozni, és azt mondani, hogy ja, igen, ezt kicsit elrontottam, legközelebb majd másképp csinálom. De csak így fogtok fejlődni, csak így változtok majd előnyötökre. I remember the first time I did presentations. Én emlékszem, hogy amikor először tartottam prezentációt. You know, a lot of my friends were honest with me, and they said that was terrible. És voltak barátaim, akik nagyon őszinték voltak hozzám, és azt mondták, hogy hát ez borzalmas volt. I was sweating. Izzadtam. I said and like a million times. Ezerszer mondtam, hogy meg és. I didn't look everybody in the eye. Nem néztem senkinek a szemébe. Yeah, I wasn't confident. Nem voltam meggyőződött. And I remember magabiztos. Even with my mentor. És a mentorommal is. I remember there was this one time I did a presentation. És volt egy alkalom, hogy tartottam egy bemutatót. And I thought, yeah, it's awesome. És úgy voltam, hogy hát ezt fantasztikusan csináltam, nagyon jó voltam. And I sat down. Igen, tehát leültünk. And he turned to me and he's like, that was awful. És akkor mondta, hogy ez borzasztó volt, Byron. Okay. So you had zero energy. De nem volt semmi energiád. Okay, you put everybody to sleep. Mindenkit elaltattál. Right. You need to work on this, you need to change this, you need to do that. Te ezen kell dolgoznod, ezen kell változtatnod, tehát kiértékelte az egész prezentációt. And he taught me that what you need to do is you need to pretend like the whole audience are batteries. Úgy kell, az mondta, arra tanított, hogy úgy kell nézni, mint hogy az egész hallgatóság az elemekből állna. And you need to give enough energy out to recharge everybody's battery. Tehát annyi energiát kell kibocsátani, hogy mindenkinek feltöltsd az elemét. Okay, and one of the best ways to do that. És a legjobb módja ennek. Is make sure you look at least every person in the eye. Az, hogy mindenkinek a szemébe nézel. You gotta look at them in the eye. You gotta refuel them. Tehát szemkontaktus legyen, feltöltöd őket. Okay, and you gotta make contact with them. És valamilyen ilyen kapcsolatot kell kiépítened velük. Okay, but when you're done with the presentation, they need to be, their batteries need to be full. Tehát amikor vége van az előadásnak, akkor az ő elemük fel kell, hogy legyen töltve. And it's only gonna happen if you truly believe in what you're saying. És ez csak akkor fog megtörténni, hogyha valóban hiszed azt, amit mondasz. Because people, once again, they can feel it and they're energized by truth. Mert az emberek érzik ezt, és csak az igazság által töltődnek föl. All right, so the only way that you can do a good presentation, guys, is you gotta do a lot of bad ones. Tehát csak is úgy fogsz tudni egy jó előadást tartani, hogyha megtartasz rendkívül sok rosszat. Okay. And then you'll do good ones. És utána fogsz tudni majd jót tartani. And then you'll do better ones. Igen, csak még utána fogsz jobbat tartani. And then pretty soon you'll get good. És utána, ahogy javulsz folyamatosan. But it's just part of the process. It's the same thing with all these principles. You're gonna, as you practice them, as you teach them, as you follow this, the rain cycle, you're gonna get better, your team's gonna get better, your people are gonna get better to teach it. Tehát csak a gyakorláson keresztül tudsz ezen az egész folyamaton is átmenni, tehát a rain cikluson keresztül, ahogy csinálod, először rosszabb lesz, utána egyre jobb, utána a csapatodnak is megtanítod, ők is rosszak lesznek, ők is aztán jobbak lesznek, tehát így folyamatosan. All right, so here's another thing that I just put in here, it's just your more meeting tracking sheet. So this is people that
that you've invited to a meeting. Now the next point that we're going to talk about. Igen, a következő pont, amiről beszélünk. Is the message. Az üzenet. Now, so we've talked about what have we talked about so far? We talked about the fuel. Igen, tehát először ugye a hajtóanyagról beszéltünk. Then we talked about the foundation. Az alapokról. Then we talked about the launch. A startról, a kilövésről. Then we talked about the sharing. A megosztásról. Now we're going to talk about the message. És most fogunk beszélni az üzenetről. All right. So with the message, I think that everybody that hears our opportunity. Azt gondolom, hogy mindenki, aki itt van a mi üzleti lehetőségünkben. If they're open and really listening. Hogyha nyitottak és valóban figyelnek, hallgatnak. Hey, everybody asks themselves two things. Mindenki, aki ezt meghallgatja, tulajdonképpen kettő dolgot tesz, két kérdést tesz fel magának. Okay, they ask, do I like what I hear? Az első kérdés az az, hogy tetszik-e, amit hallottam. The second thing they're going to ask themselves is, do I think I can do it? A második kérdés az pedig az, hogy úgy gondolom-e, hogy én is meg tudom csinálni azt, amiről most szó volt. And that's why if you're doing it all by yourself. Ezért van az, hogyha te mindent saját magad csinálsz. If you show up by yourself. Egyedül jelensz meg. If you present by yourself. Te adsz elő saját magad. If you explain the comp plan by yourself and the product by yourself and antioxidants by yourself. Tehát mindent te mondasz el, a kompenzációs tervet, a terméket, az antioxidánsokat, mindent te magyarázod el egyedül. You make it difficult for people to say yes to that second question. Akkor nagyon megnehezíted azt, hogy az emberek igennel tudjanak válaszolni a második kérdésre. Hey, I can't do that. Mert azt mondják magukban, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, amit most itt hallottam. I don't know what I'm doing. Hát azért nem tudom, hogy mit kell tenni, nem tudom, mi a következő lépés. And that's why I like to say what I told you before. You might not be able to do what you don't have to do what I did, but can you do what Peter just did? Ezért szeretem azt, amit az előbb mondtam példaként, hogy ugye te nem tudod megcsinálni, amit én csináltam, de azt meg tudod csinálni, amit a Péter csinált. Okay. All he did was invite. Igazából ő annyit csinált, hogy meghívott. He's like, yeah, the people are like, yeah, I can do that. Tehát azt mondja, igen, hát ezt meg tudom csinálni. Or all I did was have you watch something online, or all I did was have you hear a tool or a call. Vagy ugye az egész az volt, hogy én megkértelek, hogy nézzél meg valamit az interneten, vagy én adtam neked egy eszközt, amit nézzél meg, ezt mindenkinek tudja csinálni. You need to make sure that they can answer the question, yeah, I can do that. Tehát az a lényeg, hogy a második kérdésre is igennel tudjanak válaszolni. Okay, and so make sure that you know your role. Everybody has a responsibility and a role. Tehát mindenkinek van egy szerepe ebben a játékban, ha úgy veszük, és egy felelőssége. Okay. One of the roles is the presenter. Az egyik szerepkör az előadónak a szerepköre. If it's your person. Hogyha ez te vagy. Okay, no, if it's your person, your personal prospect. Okay. Hogyha ez a te jelölted. You're not the presenter. Akkor nem te vagy az előadó. Okay. It's a hard one for people to understand. Tehát ezt nagyon sokan nem igazán értik, hogy miért van így. Hey, but it's, I promise you, it's so much more powerful. De én megígérem nektek, hogy ez sokkal erőteljesebb, hogyha nem ti akarjátok a saját magatok jelöltjeit egyesével meggyőzni. Hey, if you have somebody else present. És már valaki más prezentál nekik. Hey, and if you just change that one thing in your business. Tehát hogyha csak ezt az egyetlen egy dolgot változtatod meg az üzletedben. I know your percentage of people that you bring into your business will go up a lot. Én tudom, hogy nagyon sokkal fog nőni azoknak az embereknek a száma, akik csatlakoznak az üzletedhez. Okay, then you've got the person right here who's the inviter. Akkor van az a személy, akit ugye úgy nevezünk, hogy a meghívó. Now we already talked about that. Their goal is just to invite, not present. Erről már beszéltünk, tehát az ő szerepük az csak az, hogy meghívjanak, nem az, hogy előadjanak. And it's also their role to edify. És az ő szerepük a felépítés is. So, you know, if I'm talking to one of my prospects. Tehát hogyha beszélek egy jelöltemmel. And I'm the inviter. Én vagyok a meghívó. I'm going to edify Peter. Akkor én felépítem Pétert. I'm going to say, you know, I'm really excited to be working with Peter. He knows what he's doing. Tehát én azt mondom, hogy nagyon izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy a Péterrel együtt dolgozhatom, mert ő pontosan tudja, amiről beszél. And I'm actually really excited to be working with him and be on his team. Tehát én nagyon örülök, hogy az ő csapatában lehetek. And Peter, you know, this is my friend Tom. És utána meg azt mondom, hogy Péter ez az én barátom, a Tom. Tom is just a good guy. I always liked Tom. És mindig nagyon bírtam a Tomot, mert nagyon jó srác. And I always thought, hey, if I could do business with Tom, I'd love to. És mindig arra gondoltam, hogy hát hogyha tudnék, hogyha közös üzletbe lehetnék Tommal, akkor ezt nagyon szívesen megtenném. So I edified both ways. Tehát gyakorlatilag mind a kettőjüket felépítettem ilyen módon. And then I let them
them do their thing. És utána hagyom, hogy ők gyakorlatilag, tehát hogy a Tom meghallgassa a Pétert, mint előadó. Edification, guys, is very, very important in this business. Tehát a felépítés az nagyon-nagyon fontos ebben az üzletben. Okay, if you edify the presenter, tehát hogyha felépíted az előadót, you make the presenter job a lot easier. Sokkal könnyebbé teszed az előadónak a munkáját. Okay, now we got it's not that it's going to the person's head or ego that they're better. That's not what we're not trying to just build somebody up and make them feel. Tehát ez nem az előadó egójáról szól, tehát nem azért építünk fel valakit, hogy ő jobban érezze magát emiatt. Okay, but it has everything to do with the business. De ez a felépítés az üzletről szól. I was in a company. Voltam egy cégnél. And there was one person that talked negative about me. Volt egy ember, aki negatív módon beszélt rólam. Yeah, that was, I think, jealous of me. Azt gondolom, hogy féltékeny volt rám. Said I didn't know what I was doing. Azt mondta, hogy nem is tudom, hogy mit csinálok. Okay. And you know who that person was? Tudjátok, ki volt ez az ember? My sponsor. A szponzorom. I brought more people in the company than them. Gyakorlatilag több embert hoztam a cégbe, mint ő. Okay, but my sponsor would tell my people that, you know, listen to him, not me, because I don't know what I'm talking about. Igen, mert hogy gyakorlatilag az történt, hogy a szponzorom leépített engem az embereim előtt, hogy arra figyeljek, amit ő mond. Okay, and figyeljenek. I don't have to do with his ego. Én nem foglalkoztam az ő egójával. Okay, but when my people asked me what I thought about him, amikor megkérdezték az embereim, hogy mit gondolok róla, I would build him up. Akkor inkább fölépítettem. I would edify him. Igen, tehát igen, fölépítettem őt. Okay, because there's something about this business. Mert van ebben az üzletben valami. If I talk negative about my sponsor, hogyha én negatívan beszélek a szponzoromról, even if it's true, még akkor is, hogyha igaz, okay, I'm all by myself. Akkor már teljesen egyedül maradok. So if I tell everybody that no, he doesn't know what he's doing. Tehát azt mondom mindenkinek, hogy figyelj, a fogalma nincs, hogy mit csinál. Okay. Well, what he instead of what I would say is, yeah, keep doing what I'm telling you, but what he's telling you is good too. You should, you know. Vagy azt mondom, hogy figyelj, te csináld azt, amit én mondok, de persze az is jó, amit ő mond. Because if I discredit him. Tehát hogyha tiszteletlen vagyok vele, nem adok neki tiszteletet. I can never use him again. Akkor soha többé nem tudom őt használni. Because if he comes in front of my group. Hogyha ő jön az én csoportom elé beszélni. My group's gonna say he doesn't know what he's talking about. He's a jerk. Akkor azt fogja gondolni, hogy hogy ő nem is tudja, hogy miről beszél, hát nem érdemes rá figyelni. And he has no power. És nem lesz semmilyen ereje. If I talk negative about the company. Hogyha negatívan beszélek a cégről. Then to my people. Az embereimnek. The company has no power. Akkor nem lesz ereje a cégnek. Okay. And so once again, I still needed his help. He was still good at what he did. Tehát továbbra is szükségem lehet az ő segítségére. Minden bizonnyal ő jól csinálja azt, amit csinál. Okay. I don't, like I said, I didn't understand why he would talk negative, but he did sometimes. Tehát igazából én nem értettem, hogy miért beszél rólam negatívan, de megtörtént. Okay, but I would make sure that I was always positive because I needed him. De én úgy voltam, hogy én mindig továbbra is pozitív maradtam, mert tudtam, hogy szükségem van rá. Okay, I needed to make sure that he had power over my team when he talked to big groups and all that stuff. Tehát pontosan azért, mert tudtam, hogy fontos az, hogy neki ereje legyen a csapatom előtt, amikor nekik beszél. Okay, so this wasn't my mentor. Ez nem a mentorom volt. Yeah, that's why I say mentor, sponsor. Mm-hmm. Tehát a mentor, sponsor az ugye nem teljesen ugyanaz. Okay. Ebben az esetben. Right. So it's important, guys. It's important. We have to edify. It's good for us. It's good for our team. A felépítés az nem elsősorban annak jó, akit felépítünk, hanem saját magunknak, meg a csapatunknak. And you know, and even when my sponsor said, you know, talked and there was maybe some people that complained about something. Tehát hogyha esetleg emberek panaszkodtak valami miatt. I would always say, well, you know. Yeah, absolutely. We're not going to do it that way. Ja, akkor mondtam, hogy rendben van, ezt mi másképp fogjuk csinálni. Okay, but there's a lot of things that he does right. De nagyon sok dolgot csinál nagyon jól. Okay. He's very committed. You know, I try to find the good. Tehát próbáltam találni olyan pontokat, amit ő őszintén meg tudtam dicsérni. Okay, and then I also stress the fact. Tehát és akkor kiemeltem azt a tényt. That's why it's beautiful that we work as a team. Azért nagyon jó, hogy mi csapatban dolgozunk. Because I'm going to have a weakness.
Mert nekem is van egy gyengeségem. You're going to have a weakness. Nektek is lehet egy gyenge pontotok. Okay, if we're all looking for weaknesses in each other, we'll find them. De hogyha mindannyian egymás gyenge pontjait keressük, minden bizonyal megtaláljuk. Okay, but if all of us work together, de hogyha mindannyian együtt dolgozunk, we have no weakness. Akkor nincs gyenge pontunk. Because my strength will make up for your weakness, and your weakness will make up, or your strength will make up for my weakness. Tehát kiegészítjük egymást, és ami esetleg bennem gyengébb pont, az lehet, hogy bennetek erősebb, és fordítva. All right. So that's why we need to work as a team instead of saying I don't need you and I don't need you and I don't like you. Tehát ezért kell csapatban dolgoznunk, és nem azzal foglalkozni, hogy hát nekem nincs rá szükségem, én majd megoldom egyedül. A csapatban van az erő. All right. What I tell people about complainers? Amit a panaszkodókkal kapcsolatban szoktam mondani embereknek. So when people come and say, oh, I got this guy, all he complains and he complains and all he does complain and complain. Tehát van itt valaki, és állandóan csak panaszkodik, mindig csak panaszkodik. I just tell him, well, wait a few months and they'll be gone. Várj egy pár hónapot is, és el fog menni, megoldódik. Because people with that kind of mindset can't stay in this business. Mert az ilyen típusú emberek nem tudnak az üzletben maradni. Hey, they're not going to be able to stay long term. Nem fognak tudni hosszú távon itt maradni. Because you can't succeed like that. Mert egyszerűen nem lehet sikeres ezen a módon. So if you have somebody in your business that's a big complainer. Tehát hogyha van valaki az üzletedben, aki egy ilyen nagy panaszkodó. Hey, don't worry, they'll be gone soon. Ne törődj vele, ne aggódj emiatt, hamarosan el fog menni. All right, and if not, they're going to realize that you don't have time for them. Vagy ha nem, akkor egy időn múlva észre fogja venni, hogy nincs rá időd. Okay, there was I have another mentor. Volt egy másik mentorom. And you could maybe call him and complain 3 times. Olyan típus volt, hogy egy olyan 2-3-szor föl tudtad hívni azzal, hogy panaszkodsz neki. And then he would never answer your call again. És utána soha többé nem válaszolt a telefonhívásodra. All right. So maybe you could get away with 2 times or 3 times. After that, he was never answered. You're done. Tehát kész. Tehát kétszer föl tudtad hívni azzal, hogy panaszkodtál, utána már nem, soha többé. No time for that. Mert hogy nem volt ideje erre. Right. So guys, the reason I'm stressing this is this edification is something that has to be part of our culture. Tehát ez a felépítés az a céges kultúrának a része kell, hogy legyen, a network marketing kultúrának a része kell, hogy legyen. Okay. One of the reasons I think that they grow so fast and they do so well in Asia. Azt gondolom, hogy amiatt nőnek annyira gyorsan, azért fejlődnek annyira gyorsan Ázsiában. They do this amazingly well. Mert hogy ezt fantasztikusan jól csinálják. Even if they don't like their sponsor. Még akkor is, hogyha nem szeretik a szponzorukat. They'll never say it. Soha nem mondják. They take out the people, they take out the emotion, they take out the all that. Tehát kiveszik az egész történetből az embert, az érzelmeket. It's all about title, it's all about rank, it's all about where you're at, that's all. Tehát az egész dolog a szintről szól, hogy milyen üzleti szinten vagy, a címről szól az egész, tehát kiveszik belőle az érzelmeket. Okay, so it's all about if the person's your sponsor, they're your sponsor, and I mean they're amazing, amazing, amazing at edification. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jól csinálják a felépítést. Okay, but I know that they all don't feel that way behind the scenes because I have to deal with all that. Jó, tehát azt tudom, hogy a színfalak mögött nem pontosan így érzi mindig mindenki, mert ugye ezzel meg nekem kell törődnöm, de ennek ellenére ezt soha nem mutatják. Okay, in front of people on stage, they're incredible. Tehát a színpadon meg egymás előtt fantasztikus módon csinálják ezt. All right. So I think, like I said, I think that's one of the reasons they grow. They're really, really. És azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, ami miatt nagyon, nagyon gyorsan növekednek. Okay, so let's get into this message and talk about the story. Tehát menjünk bele az üzenet részébe, beszéljünk a történetről. All right. So the first thing that you want to do is you want to make sure that you know your story. Tehát ugye az első legfontosabb dolog, hogy te tudd a saját történetedet. Hey, you want to make sure that you make it personal. This is what's happened to me. Tehát tedd személyessé, ez az, amit el tudsz mondani, hogy ez veled történt. All right. So you want to discuss the fact, you want people to know your name. Ugye tudják az emberek az emberek a nevedet. You want them to know where you're from. Tehát mondd el tehát mutatkozz be, mondd el, hogy honnan, hol élsz, honnan jöttél. Okay, you want to let them know what you did before this. Nyugodtan elmondhatod, hogy mivel foglalkoztál ezelőtt. You know, so if you're doing this in a big meeting, you're going to relate to somebody. Tehát tudsz hogyha egy nagy meetingen van, az akkor tudsz valakihez így kapcsolódni. You want to make sure that you share your reason for starting rain.
Mindenképpen mondd el, hogy tehát oszd meg azt az okodat, ami miatt csatlakoztál a Rénhez, ezt nyugodtan mondd el. Okay, then after you've done that, you know, maybe it was that you were working but you never had enough money to ever get ahead and go on a vacation. Tehát például lehet ez olyan, hogy azért, mert ugye folyamatosan dolgoztál, de soha nem volt annyi pénzed, hogy mondjuk elmenj nyaralni. All right, and that was your main reason. És ez volt a legfőbb okod. So that's why you want to describe your dilemma. What was your dilemma? Okay, and what's your dreams? Why did you want that to change? And now what's your current situation? Igen, tehát elmondhatod azt a helyzetet, amiben voltál, ami tulajdonképpen a mikor döntést hoztál, hogy és miért hoztad meg ezt a döntést, tehát hogy mi volt az, ami miatt végül te úgy döntöttél, hogy csatlakozol. Okay, so who's ever heard me present? Ki az, aki a Byron már hallotta előadni? Okay. A lot of time, what do I say? My name is Byron Belka. Mit szoktam mondani legtöbbször? Ugye a nevem Byron Belka. I'm nothing special. Semmi különleges nincs bennem. Okay. I grew outside of Salt Lake. Igen, a Salt Lake környékén nőttem föl. I'm oldest of six kids. Én vagyok a legidősebb 6 gyermek közül. Okay. I used to have a mortgage company. Volt egy hitelközvetítő cégem. You tell your story. I always start my presentation with my story so people can relate to me. Tehát az emberek tudnak kapcsolódni ehhez, ugye mindig a saját történetemet mondom el. Alright, and it's important to tell people what's happened. If you've been on, maybe you don't have a huge financial story yet, but maybe you have a product testimonial, or maybe you're going that direction, or your vision. Tehát mindenképpen mondd el a saját történetet, de még akkor is, hogyha mondjuk nincs egy olyan nagy pénzügyi fejlődés még nálad, lehet, hogy van valami nagyon jó terméktapasztalatod, az a lényeg, hogy ez a saját történeted legyen. Alright, and then Here's what you need to do as far as focusing on the company story. Ugye amire fókuszálnod kell a cég történetével kapcsolatban. Okay, you need to focus on what makes us different. Arra érdemes fókuszálni, hogy mi az, ami minket megkülönböztet, miben vagyunk mi mások. And one of the biggest things that makes us different, guys, is seeds. De és a legfontosabb dolog, ami megkülönböztet bennünket, azok a magok. Another thing that makes us a big difference is the fact that obviously all the essential fatty acids that we have in our product. Tehát a másik ilyen nagyon fontos megkülönböztető dolog azok az esszenciális zsírsavak, amelyek benne vannak a termékben. I just did an event in Penang. Voltam egy rendezvényen Penangban. And there is a gentleman that went diamond. Ott volt egy úr, aki elérte a gyémánt szintet. And he had 5 diamonds. És neki magának is van 5 gyémántja. Yeah, and it's all in that city. És ez mind ugyanabban a városban vannak. And obviously I was asking them what they're doing and how they're doing it. És ugye megkérdeztem, hogy mit csinálnak, hogy csinálják. And he said, they follow the principles that we're talking about. Tehát értelemszerűen ők ugye követik azokat az alapelveket, amikről most beszélünk. Okay, but another thing that he said, you know what, one thing that really helped us. Hogy egy dolog, ami valóban segített nekünk. Okay, we used to focus on seeds and antioxidants. Mi arra fókuszáltunk, hogy a magok és az antioxidánsok. And then we talk about essential fatty acids and all the other things. És akkor beszéltünk még ugye az esszenciális zsírsavakról. Okay, and then we switched it. És utána mi megfordítottuk ezt. Because everybody talks about antioxidants. Mindenki az antioxidánsokról beszél. And we talked about seeds and focused on essential fatty acids. És akkor a magokról beszéltünk, és az esszenciális zsírsavakra fókuszáltunk. And still mentioned antioxidants and everything, but we focus a lot more on fatty acids. Tehát megemlítettük az antioxidánsokat is, de sokkal inkább a fókuszt azt az esszenciális zsírsavakra tettük. And nobody else is focusing on that like we do. Mert senki más nem fókuszál erre annyira, mint ahogy mi tesszük. So it made a different for the people. És ez más jelentett így az emberek számára. And we focused on the seed, obviously. És az, hogy a magokra koncentráltunk. All right, so we need to focus on the things that make us different. Tehát azokat a dolgokat érdemes kiemelni, amelyek megkülönböztetnek minket. Hey, we need to focus on you know how the stars are lined up, how everything is in place for us with our opportunity, with our timing, with what we have for things to happen. Tehát arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan álltak, ugye az Byron előadásában hallgattuk többször, hogy hogyan álltak egy vonalba a csillagok, tehát hogy hogyan történt meg az egybeesés, a termék, az időzítés, a lehetőség itt Európában. You need to talk about the benefit of our team. Beszélni kell a csapat munka előnyéről. Whether people admit it or not. Whether people admit it or not. Igen, tehát hogyha akár az emberek akár bevallják, akár nem. Everybody wants to belong to something. Mindenki szeretne valahova tartozni. They do.
mindenki. And they want to be a part of a winning team. És egy nyerő csapatnak szeretnének a tagjai lenni. Everybody does. Mindenki. And so you need to focus a lot on our systems, our team, how this works. És ezért kell a rendszerre és a csapatunkra koncentrálni. You know, and so, you know, it's really important as you're telling the company story to focus on that. Tehát a cég történetéből, amit érdemes megemlíteni, amire koncentrálni kell. And as the company comes out with more and more tools and videos and different things like that, you once again you want to be building up that company. And what I mean by that is you want to create your own culture in your team. Tehát van egy saját kultúra, úgymond a csapatodon belül. Okay, but you still want that culture to include the whole company. De ebbe a kultúrába tulajdonképpen valahogy bele kell, hogy értsd, vagy valahogy bele kell, hogy vedd az egész céges kultúrát is. Okay, so, you know, just to kind of give you an example. Tehát csak egy példát mondjak erre. Usually when I'm doing if you're doing a presentation, it's always good to have somebody else tell their story as well. You can tell your story, but you can have other people tell their story. Tehát nagyon szerencsés az, hogyha te elmondod a történetedet, amikor te vagy az előadó, de az is nagyon jó, hogyha még valaki más rajtad kívül szintén megosztja ezt. So you get somebody else. Tehát ott van még valaki. And so I would like Lotzi, would you mind telling your story? One of the things that I love about this business, it's a living business. Tehát azt szeretem ebben az üzletben, hogy ez egy élő üzlet. It really is affecting people's lives and benefiting people. Tehát előnyére van az embereknek, megváltoztatja az életüket. And when we wake up in the morning, we know that we can go out there and make a difference. És amikor fölkelünk reggel, akkor tudjuk, hogy ki tudunk menni és tudunk változtatni dolgokon. Okay, but also when we wake up in the morning, it's almost like a treasure hunt. A treasure hunt. Ez olyan ugyanakkor, amikor felkelünk, mint egy ilyen kincsvadászat. Okay, and I know we're going to go out there and find another amazing person. És tudom, hogy kimegyek és fogok találni megint egy fantasztikus embert a csapatomban. Okay, that makes the whole thing stronger for all of us. Aki az egész dolgot meg fogja erősíteni mindannyiunk számára. And I love that. So, és ezt szeretem. You want to make sure that you understand your story. You want to make sure you understand the company story. Tehát ugye fontos, akkor még egyszer, hogy tudd a te saját történetedet, a cégnek a történetét. Okay, focus on the advantages of rain and obviously the team approach. Koncentrálja a Rain-nek az előnyeire, a csapatmunka előnyeire. Okay, you want to, like I talk about, you want to use standardized presentations. Használjatok ugye standardizált egységes prezentációt. And you always want to make it personal. Always, you know, you can start with your story. Tehát a maga prezentáció az egységes legyen, de mindig a személyes történetedet vidd bele. And so you always can make it real and personal by adding, you know, what's how it's affected you and your opinion and everything like that. Tehát bele tudod vinni azt, hogy hogyan változtatta meg a te életedet, bele tudod vinni a te véleményedet. Okay, now and I know this doesn't work in Hungarian. Nem tudom, hogy ez hogy működik magyarul. Okay, but this is a phrase that we know in English. Ez egy mozaik szó, ami angolul működik. What's in it for me? What's in it for me? Tehát mi az, ami benne van az én számomra? Milyen előnyök vannak benne az én számomra? What's in it for me? Okay. And whether we think people care to know that or not, they do. They want to know how it can benefit them. És ez egy nagyon fontos tisztázni, mert minden embert ez érdekli, amikor meghal egy ilyen előadást, hogy mi lehet az az ő számára, ami hasznos lehet. As you talk about the company and the product and our advantages, if they're into help, they're going to see what's in it for them there. Tehát hogyha beszélsz ezekről a cégről, az előnyökről, a termékről, akkor fogják megtudni, hogy mi az a dolog, ami előnyös lehet az ő számukra is. Okay, but that's why the next thing they always need to make sure is in your presentations is, you know, how to make money. Ezért fontos az, hogy mindenképpen benne legyen a prezentációdban az, hogy hogyan lehet ezzel pénzt keresni. And you can get really in depth or you know, just talk about the basics. Tehát itt beszélhetsz csak az alapokról, vagy belemehetsz mélyebben is. Okay, but I think it's easy in smaller short presentations just to be basic. De azt gondolom, hogy mivel ugye az előadás hosszúsága szab egy határt, ezért inkább arra kell törekedni, hogy röviden mutassuk be ezt a dolgot. I mean, you want to make sure that you don't spend an hour on the compensation plan with people. Tehát ugye semmiképp ne tölts el egy órát a kompenzációs tervvel. Yeah, you want to make it simple. Egyszerűsítsd le. Yeah, I'm going to show you something. Mutatok nektek valamit.
I'm going to come over here for a minute. Okay? So, do you want me to move this? Put it in the middle for a second? Or is that going to be right in there? No, we can move it. Can everybody see this here, or do you want me to move it? Mindenki látja itt, vagy vigyük ide középre? Okay. 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 All right. Ti látjátok. Okay. All right. So I want to show you, I'm going to call this the ladder of escalation. A ladder? Létra. Yeah. Létra. Tehát ez a fejlődés létrája. Okay. So we'll call it the ladder of escalation. So what this means is it's just the steps. Ugye ezek a fejlődési lépcsők. All right. So the first step is what? First step is we can go out there, we can do 2-on-1s or 2-on-1. Tehát mi itt az első lépés, ez a kettő az egyben vagy a három az egyben találkozó, amikor ugye így ismertetjük az üzletet. Okay. The other thing that we can do is we can do home meetings. Tehát ugye akkor az volt már szó ezekről az otthoni találkozókról, illetve ezekről a kilövési találkozókról, amiről már az erről beszéltünk. Okay. Then what we do is we have weekly meetings, right? Ugye vannak a heti nyílt találkozók, nyílt bemutatók. And then what we do is we have monthly, you know, events. Vannak like a rain day, right? Vannak mondjuk a havi események, rendezvények, mint például egy rain day. Okay, and then we can have bigger events like a couple day training or like a European convention. Tehát akkor vannak olyan nagyobb, most már ugye nemzetközi rendezvények, mint például lesz ez az európai találkozó Újvidéken. Okay, I don't care what company we're talking about, I don't care what product we're talking about. Igazából nem érdekel, hogy milyen cégről beszélünk, milyen termékről beszélünk. Too many people focus on this. Nagyon sok ember fókuszál erre a heti találkozóra. And I don't care what company, I don't care what product. Let me show you how a weekly meeting works. Én azt mondom, megmutatom, hogy működik egy ilyen heti előadás. Okay, we go to a new city. Elmegyünk egy új városba. Okay, we start building our business. Elkezdjük építeni az üzletünket. Everybody is excited. Mindenki izgatott. Whose responsibility is it to get people to that meeting? Kinek a felelőssége az, hogy emberek részt vegyenek ezen a találkozón? Okay, everyone. Mindenkié. Okay, so everybody, each week there's more people. Minden héten több ember lesz. Okay, and then starts the plateau. És akkor egyszer csak jön a fennsík. Right? And then the same people keep coming. Ugyanazok az emberek fognak jönni. They don't bring new people. Nem hoznak új embert. And then pretty soon the numbers start to go down. És utána hamarosan ez elkezd csökkenni. Every company, every opportunity, I've seen this happen over and over and over again. És én ezt nagyon sok cégnél éltem át újra és újra és újra. Okay, so do we need weekly meetings? Szükségünk van-e a heti találkozókra? Yes. Természetesen igen. Is it where our focus should be? Hol kell lenni a fókuszunknak? Yes. Igen, itt a heti találkozókon. But it's just one part. It's a small part. De ez csak egy kis része. This is the most important. These are the most important meetings that you do. Tehát azok a legfontosabb találkozók, amiket tarthatsz. This is what we should spend our time doing. Tehát itt ezzel kell, hogy töltsük az időn nagy részét. Two-on-ones, drop-bys, helping our team, one-on-ones, two-on-ones, dropping by somebody's house. Tehát ezek a kettő az egyben találkozók, három, akkor ez a beugrás, amiről beszéltem az előbb, tehát ezzel kell, hogy teljen a napunk. If we only focus on the weekly meeting, tehát hogyha csak a heti nyílt előadásra koncentrálunk, what happens? Mi történik? You have two people that are gonna go. Két ember van, aki mondjuk elmegy. Last minute they can't go. Aztán még se tudnak eljönni. So they're gonna come next week. Mondjuk jönnek majd jövő héten. Okay, maybe one comes next week. Lehet, hogy az egyik eljön a következő héten. Maybe they don't come. Lehet, hogy nem jönnek el. They're coming next week. Vagy ha jönnek a következő héten. And then maybe one comes the next week. Az egyikük eljön a következő héten, mondjuk. Tehát körülbelül eltelt 3 hét, mire egy embernek meg tudtuk mutatni a lehetőséget. How fast can your business build doing that? Tehát hogyan, milyen gyorsan épülhet így az üzletet, hogyha mindig csak ezekre a heti alkalmakra koncentrálsz? You show one person in 3 weeks. Tehát egy embernek mutattad meg 3 hét alatt. It's not your business isn't going to grow fast. You can't be focusing on this. Tehát nem fókuszálhatsz kizárólag erre.
Hey, I always still did weekly meetings, even though it's not my favorite thing to do. Tehát én attól függetlenül mindig is tartottam ilyen heti nyílt előadásokat, attól függetlenül nem ez a kedvenc előadásom. Okay, and do you know why? És tudjátok miért? Because I told my leaders. Mert azt mondtam a vezetőimnek. There's always one day a week. Minden héten van egy nap. Where you know you can find me. Ahol tudjátok, hogy megtaláltok. Where we can talk after. Ahol tudunk beszélni utána. Where, you know, because if I'm busy during the week with my other with new people. De hogy én folyamatosan elfoglalt vagyok az új embereimmel, tehát folyamatosan mozgok. Yeah, there's one day a week we can all come together. És akkor van legalább egy nap a héten, amikor így össze tudunk jönni, tudunk találkozni. Still invite people, but you know you're going to be able to find me there. I'm there every week. Ja, mert ugye én mindig ott vagyok ezen minden héten. So this is what you need to spend your time doing. Tehát itt van az, amivel töltened kell az időd nagy részét. So let's say we sit down and these are the 15 to 20 minute presentations. Ezek az ilyen 20-30 perces megbeszélések, előadások. And you need to stay short and sweet. És nagyon-nagyon rövid kell, hogy maradj. This is going to be longer. Az már valamivel hosszabb lehet. This otthoni. Can be about the same time or a little bit longer. Tehát az otthoni, illetve a heti nyílt, az olyan, ugye lehet a körülbelül ez a 45 perc, egy óra. This is going to be longer. Az egy hosszabb. And this is going to be longer. Ezek még hosszabb. Right? That's how it works. Így működik. So I want to show you a quick little presentation that I do. Mutatok nektek egy nagyon rövid előadást, amit csinálok. I usually always write on paper. Általában mindig papírra írok. When I'm at somebody's house. Ha valakivel találkozom a házában, I never use a projector. Soha nem használok projektort. I would use a board. Mindig csak valamilyen papírt vagy egy ilyen táblát. And then maybe give them a brochure. Esetleg adok nekik valamilyen szórólapot. All right, but I don't use a projector and a laptop at homes. És otthonokban soha nem használok laptopot vagy projektort. So usually I don't know the person because somebody else has invited me there. Tehát ugye a legtöbbször én nem ismerem az adott szemét, hiszen valaki hívott meg engem oda. So they do their job and they edify both of us. Ők ugye elvégzik az ő feladatukat, felépítenek mindkettőnket. Maybe we're sitting at a coffee shop. Lehet, hogy egy kávézóban ülünk. Maybe I let them get their drink. Rendelnek valami italt. And I just say, okay, now we told you this is going to be 20 minutes. És akkor azt mondom, hogy figyelj, mondtuk, hogy 20 percről van szó. Yeah, obviously I'll ask them a little bit about their family, how they know each other. Valószínűleg fölteszek kérdéseket azzal kapcsolatban, tehát a családjukról kapcsolatban, meg róluk is valamilyen, tehát megpróbálom valamennyire megismerni őket, illetve azt, hogy ők hogy onnan ismerik egymást az én emberemmel. Okay, and then I'm going to say, now I told you this is going to be 20 minutes. És akkor utána azt mondom, hogy mondtuk, hogy ugye 20 percről van szó. Okay, I want to keep my word. Be akarom tartani a szavamat. So, do you mind if I get into this? Akkor kezdhetem, tehát akkor lehet, hogy belevágjunk. Okay, so I know I don't know you very well. Tehát tudom, hogy nem ismerjük nagyon jól egymást. Okay, I don't know what motivates you. Nem igazán tudom, hogy téged mi motivál. I don't know what you do with $1 million. Sorry? I don't know what you would do with $1 million. Tehát nem tudom, hogy te fogsz-e csinálni ezzel $1 millió. Well, no, what you would do with. Mert bocsánat, nem tudom, hogy mi az, amit te megtennél $1 millió. Yeah, I don't know if you'd give it to a church. Lehet, hogy odaadnád egy templomnak. I don't know if you'd buy a bigger house. Lehet, hogy vennél egy nagyobb házat. Yeah, I don't know. Én nem tudom. But here's what I'm going to tell you. De itt van valami, amit. What I'm about to show you. Amit mutatok neked. Okay, you need to be able to work 10 to 12 hours minimum every week. Az pedig az, hogy minimum 10-12 órát kell, hogy dolgozz ezzel hetente. You need to be able to do it for 2-5 years straight. 2-5 éven keresztül folyamatosan. And you get to choose when you work. Viszont te tudod kiválasztani, hogy mikor dolgozol. With who you work, with. Kivel dolgozol együtt. And where. És hogy hol dolgozol. So, if you're interested in doing international business, expanding across the globe. Tehát, hogyha érdekel egy nemzetközi üzlet, amit el tudsz terjeszteni világszerte. Okay, that's what I love. Ez az, amit, én szeretek, én ezt csinálom. És én azt gondolom, hogy ez működik, és ezt szeretném veled megosztani. Now what I want to do is I want to just put this in perspective for you. I want to put it into perspective. Igen, tehát szeretném ezt láthatóvá tenni számodra, tehát perspektívába helyezni számodra. Okay, so I'm sure that you watch movies, right? De biztos vagyok benne, hogy te nézel filmeket. Do you know how much the movie industry did last year? Tudod, hogy a filmipar mennyi pénzt csinált tavaly? Okay, they did about $50 billion. Körülbelül 50 milliárd dollárt évente, vagy az elmúlt évben.
Okay, now I'm sure you know Brad Pitt, Angelina Jolie. Tehát biztos ismeritek a Brad Pittet, Angelina Jolie-t. They get a small percentage of that. Tehát ők egy nagyon kicsi részét kapják meg ennek a bevételnek. Okay, but you know what kind of lifestyle they lead. De tudjátok, hogy milyen életstílusban élnek ők. What I want to share with you is an industry that's doing $1 trillion. Amit én szeretnék neked mutatni, ez egy olyan üzletág, amely 1000 milliárd, egy 1000 milliárdos üzletág, and it's growing. És növekszik. And I'm going to show you how we're going to get our percentage. És megmutatom, hogy hogyan tudjuk mi megkapni a mi részesedésünket. And this is health and wellness. És ez pedig az egészség, wellness iparág. Okay, now I don't know if you're into health or not. Én azt nem tudom, hogy téged mennyire érdekel az egészség, vagy sem. Okay, if you're into this, health and wellness, you're going to love this. Hogyha érdeklődsz alapvetően az egészség és a wellness iránt, akkor ezt nagyon fogod szeretni. If you're not into health and wellness, hogyha nem érint téged ez a dolog, tehát nem érdeklődsz, az nem probléma, mert általában a világot érdekli. Tehát, hogy téged nem érdekel személy szerint az egészség és a wellness, de ugye általában többi embert érdekli. So this thing is growing at a fast pace. We just need to be able to get in front of it and grab our piece. Ez egy fantasztikus nagy lendülettel növekszik ez az iparág. Igazából nekünk be kell állni a trend elé, hogy vigyen minket magával. Okay, and so what we're able to do is we have a product that nobody else has. Ami rendelkezésünkre áll, ez egy olyan termék, ami senki másnak nincsen. That deals with some of the biggest problems in health and wellness. Ez megoldja az egészséggel kapcsolatos legnagyobb problémákat. And we're the only ones out there doing it. És mi vagyunk az egyetlenek, akik ezzel foglalkoznak. And right now we're taking it to the world. És ebben a pillanatban juttatjuk el a világnak. Olyan dolgot tehetsz, amit senki más, hogyha te is beállsz ezzel a trend elé. All right. So I'm not going to talk too much about this product except for the fact that it's based on seeds. Nem túl sokat fogok beszélni erről a termékről, azon kívül, hogy magokból van. Okay, and we've been able to prove that the seed is naturally concentrated. Mert ugye azt arra több bizonyíték is van, hogy a magok azok ugye természetes koncentrátumok, tehát koncentrálva tartalmazzák azokat az anyagokat, mint amit egyébként a gyümölcs. And 20 to 30 times more potent gram for gram than any fruit, vegetable, 100% natural, and we can give it to you as healthy as possible, and we're the only ones doing it. Tehát 100% tehát a természetes anyagok tartalmaz, és ezt úgy adjuk a legtermészetesebb formájában, és 20-30-szor több hatóanyagot tartalmaz, hogyha a grammokat vetjük össze, mint maga a gyümölcs. Okay, so first we have to have something that other people don't, so we can get in front of this trend. Tehát valami olyan dologra van szükségünk, ami másoknak nincs, hogy be tudjunk csatlakozni ebbe a trendbe. Okay, and I'm sure you're familiar with Tesco, right? Biztos vagyok benne, hogy ismered a Tesco-t. Okay, do you know how something works? Somebody manufactures something, it costs a dollar. Biztos tudjátok, hogy ez úgy működik, hogy valaki előállít valamit, ami egy dollárba kerül. Okay, it goes through all these hands and all these middle people. Átmegy ugye ezeken a különböző kezeken, a közvetítőkön keresztül. Okay, and it comes out. Maybe there's $9 added after it goes from person to person to person to person to person, and then it comes out. The consumer pays $10. Tehát ugye, amire eljut a különböző közvetítőkön keresztül a Tesco-ig, addig a felszálló, a felhasználó végül is $10 fog fizetni érte. The richest companies and the richest people in the world. A leggazdagabb cégek és a leggazdagabb emberek a világon. Aren't the people that make it? Azok nem azok az emberek, akik előállítják, the people that distribute it. Hanem azok, akik terjesztik. All right. And so there's a certain percentage that goes, you know, Tesco, even if they have their name on some things, they didn't make it. Igen, tehát annak ellenére, hogy vannak ezek a saját márkás termékek, tehát rá van írva, hogy Tesco, attól függetlenül nem ők gyártják. All right. They just are the distributor of it. Tehát ők csak a forgalmazója ennek a terméknek. Okay, if you have a business, hogyha neked van egy üzleted, okay, you're going to learn in business school that 30 to 33% of your money that you make needs to go to marketing. Akkor azt tudjátok, hogy olyan 33% a bevételnek azt marketingre kell elkölteni ahhoz, hogy egy termék sikeressé váljon. Okay, do you know what this company has done? Tudod, hogy mit csinált ez a cég? They're not spending that money on marketing. Ezt nem marketingre költi.
Okay, they're going to pay us about 60%. You, me, you're going to pay us 60%. Tehát ez a cég azt csinálta, hogy a kb. 60%-ot azt nem marketingre költ, hanem szétosztja a partnerek között. Okay, so